Jaj! Ó, a széket nem próbáltam még kiülve. Jaj! Fifikának csak egy asztal sarokjuk, nem akarunk jobbra menni egy kicsit? Mehetünk. Gyere, Fifika! Cica, pipa, cica, pipa. Ez miért forog? Na most már nem forog. Mújó jön. Ja. Haragvirág. Lemaradtál a stand-upról az elején, amit leművelt, Mújó. Még egyszer mindenkit sok szeretettel köszöntünk. Az asztalra már kipakoltátok a cuccaitokat. Annyit érdemes tudni, hogy itt bent a hatályos jogszabályoknak megfelelve nem lehet elektromos cigarettát sem használni. Azért van nyitva hátul az ajtó, hogy ott egy nagyon patent kis kerthelyiség van, és ott lehet gőzölni. Igen, föláll mindenki, és megszűnik létezni itt a közönség találkozó. Amíg nem látom Seprényi Tibit a sportfröccsömmel, meg kértem kis csészéket a kesudióknak, addig elmondanám, hogy itt a sarokban nálunk még nem, de majd itt lehet Kocsis Tominál és Hű társánál. Kíváncsi voltam, mert a Tazlícser ugrott be. Szóval Dénes bátyónál. Figyelj, az a likvidek vannak benne? Az csak így szórjátok a tömeg közé. Hát nem most, meg üveg, tehát kemény. De azt ki lehet tenni az asztalokra, és akkor kóstolgatni, meg azt azért hoztam, hogy elfogjon. Nézd ide, Mújó, ez egy kibaszott magic. Itt egy csavar, és azt meg kell húzni. Kérjél segítséget majd. Nincs. Látod, ha Blacky itt lenne? Azt nézd meg. Szóval majd náluk lehet tombola szelvényt venni, és kint gőzölni. Melyik végén? Oszi. Na, megvan. Persze, nem volt rajta zsebzár, azt izzított magától, mi? Na, amíg megfixálja Mújó itt a mikrofon állványát, addig Fifika, te is beszélj egy kicsit. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm szépen, hogy itt vagytok, szia! Ennél többet? Igen. Szeretnéd még, ha többet mondani? Légy szíves, Fifika! Egyrészt... Azt gondolom, hogy rettentő sok volt nekünk ez a 150 podcast előadás, gondolom nektek is. Néha már úgy gerebjéztük össze az anyagot. Igen. Ezúton is szeretnénk mindenkinek megköszönni egyébként, aki hozzájárult a podcast sikeréhez, akár kérdést tett föl, akár anyagot küldött, akár témát vetett föl, és szeretném külön megköszönni minden olyan embernek, aki a trollkodásával segítette azt, hogy minden egyes alkalommal tudjunk magunknak témát találni, még ha nem is nagyon akartunk. De hát az utóbbi időben, illetve nem az utóbbi időben, én azt gondolom, hogy a hála annak a jó Istennek, hogy így beszélgettek előttem keresztbe, hívj fő telefonon. Írjál neki SMS-t. Ja. Igen. Tehát, hogy az utóbbi 3-4 évben elharapózott a trollkodás, de ez azt is jelenti, hogy egyre többen vagyunk. Így van, Charlie? Igen. Amikor még nem voltunk olyan sokan, erre már nem sokan emlékszünk, mondjuk még Oszi, akinek elindult a tűzgombja magától. Én csak úgy hívom magamba, hogy még a Hallmeister előtti időszak. Na, azt tegye fel a kezét, aki emlékszik rá. Félve. De kevesen vagyunk. Tehát még a Hallmeister előtti időszakban... Nézd oda! Ott, add ide.
a Halmeiser előtti időszak, de ha valaki megszeret... Aki ki akarja próbálni, jöjjön. Aki ki akarja próbálni, milyen egy Halmeiser, az itt a kamera előtt megteheti. Nem, most csak ezt az eslukkot. Na, tehát ennyire veszélytelen a dolog. Igen. Te, eslukkot. Gyáva. Halmeiser előtti időkben került bele a likvid is? Nem, ez csok is. Ezt ide kiteszem, tehát ne felejtsétek, ha valaki meg szeretné szívni, akkor itt lesz. Szó szerint. Szó szerint. Tehát, hogy még a Halmeiser előtti időszakban sokkal nagyobb volt az egyetértés és az összetartása a vaperek között. Az egy nyilvánvaló tény, hogy ahogy egyre többen lettünk, annyiféle irányt és elképzelést képviselünk. Hát én a magam részéről ebben semmi rosszat vagy kivetnivalót nem látok. Azzal szokott mindig probléma lenni, és nézzétek meg a katolikus anyaszent egyház történelmét, mindig azzal szokott probléma lenni, hogyha, és Boris is megerősíthet ebben, hogyha próféta támad az egyházon belül. És hát az elmúlt időszakban támadt egy pár próféta, akár a Facebook csoportokban, akár az egyéb helyeken, de ez minket különösebben, megmondom őszintén, nem zavar. Még egyszer mondom, én azt gondolom, hogy ez a bővülésnek egy velejárója. Senki ne gondolja azt, hogy itt ilyen komoly vérremenő harcok vannak, mert valaki valakit kitiltott bármilyen csoportból, vagy rosszat mondott rá, vagy nem tudom én. Ugye mindig, azt hiszem, hogy az 50-nel ezelőtt én is meg kellett, hogy említsek, van ennek az egész Facebooknak egy borzasztóan sötét és tényleg a legalját képviselő csoportja, amiben benne vagyok én is. Krisztián is. Charlie is. Próbálja letagadni, de ő is benne Charlie van. Charlie is. Én mindenben benne vagyok. Nem, tehát ez a ki sem mondhatjuk a nevét, olyan, mint a Harry Potterbe a... Tudjuk ki. Van egy ilyen tudjuk ki csoport. Megmondom őszintén, két dolog mentén szerveződnek csoportok, az egyik a személyes ismeretség és a barátság, a másik pedig az, amikor az érdeklődési kör hozza össze az embereket. A tudjuk ki csoport az a kvázi személyes ismeretség és barátság mentén szerveződött, ezért ők megengedhetik maguknak azt, hogy egészen húzós vicceket ejtsenek meg egymás kárára. Senki ne gondolja azt, hogy ott bármilyen titkos tevékenység, vagy lázítás, vagy bármi olyan folyik, ami a vaper társadalommal szemben megy. Sőt, azt gondolom, hogy inkább mellette, és ott tényleg csak olyan dolgok kerülnek esetleg kibeszélésre, amik már gondolom, hogy mindenkinek, aki egy icipicit bele jött ebbe az egész vaperkedésbe, alapvetőnek számít, és kvázi a Darwin díjasokat tüntetjük ki. Nem? Jó. Mindegy, majd úgyis Béla hétvégén megírja valamelyik, mert annyi van belőlük, hogy az valami hihetetlen. Én vagyok Béla. Én is vagyok Béla vagyok. És a feleségem is Béla. De ezen túlmenően nagyon sokszor elmondtam már, szeretnék az összes olyan csoport adminját, szeretném, hogy is mondjam... Lelkileg megcsókolni. Lelkileg, igen. Lelkileg magamhoz közelebb engedni, illetve hát kitüntetni, aki ezeket a csoportokat egyben tartja, fegyelmezi, irányítja, és... Az a baj, hogy ezt nem hallják azok, akik majd a podcastet visszahallgatják. Igen, akiknek. Igen,
Itt közben már az önvezeklés level 1000. Nem, Feri, szerintem itt senki nincs, és mindenki örül az összes megszüntetett csoportodnak egyébként. Tehát a gazdag Feri fényképét már a 14. kerületi rendőrkapitányság csak úgy lobogtatja, ne adjatok neki adminjogot, ne adjatok neki adminjogot. Mert egyébként minden csoportot töröl, amúgy meg jogos volt. Én szerintem olyan csoport nem került törlésre, ami ne lett volna jogos. Az általunk lefektetett egyébként alapelvek szerint 18 éven aluliak, elmebetegek és idióták. Elmebetegek és idióták. Mielőtt átadnám a szót Krisztiánnak, aki egyébként a podcast mi éve készült-e? Ja, arra gondolsz? Igen. A mikrofonra gondolsz? Igen. Amiben vagy a mikrofonra? Beszélni? Abszolút amatőr vagyok így 3 év után is. És nyomatja a kesudiót. Tehát mielőtt átengedném a szót Krisztiánnak, hogy egy picit bevezessen minket a podcast lelki világába, hogy mit is csináltunk eddig, meg mit nem. Arra majd visszatérünk egyébként, hogy mit csináltunk eddig. Egyetlen egy dolgot szeretnék még nektek, hogy is mondjam, elmondani, vagy hát olyan dolgot, ami engem nagyon bánt. És muszáj kibeszélnem magamból, mert ha nem mondom el, akkor majd valahol egyszer leírom, ahol nem kellene. Többször, több helyről sejtések, vádak és nem tudom én, aljas és mocskos beszólások illették ezt a, nem is tudom, háromunkat, és mindazokat, akik bennünket egyébként segítenek. A legelső ilyen vád az akkor hangzott el, amikor azt a nevezetes Kossuth téri tüntetést szerveztük. Utána a következő ugyanilyen aljas és légből kapott vád a Billion Lives bemutató kapcsán ért minket. És azért mondom, hogy minket, mert mindenkit, aki ebben bármilyen módon részt vett, akár anyagi támogatása, akár személyes munkájával. És nem szeretném, hogyha ez a dolog a suttogó propaganda egyik eszköze maradna velünk szemben. Tehát vissza kell, hogy utasítsunk minden olyan vádat, amelyik arra irányul, hogy mi az általatok befizetett pénzből nem azt és nem úgy finanszíroztunk volna, ahogy azt kell. Az egyesületen keresztül folyt minden pénz, meg lehet nézni az összes beszállítót, résztvevő céget, aki ezekben közreműködött, egyikünknek sincs semmilyen köze, semmelyikhez sem. Fifika, nyilván... bocsánat, képzeld, tudod, mit találtam? Mit? Egy számlát. A dobozban az egyesület nevére, úgyhogy ne felejtsük el, a dobozban van egy egyesület. De gáz, ezt nem kellett volna, Charlie, minden. Kérdezte Boris, hogy a Kossuth tériből, vagy miből vettük ezt a kócerájt, amit az asztalon van? Igen, hogy mennyibe került itt a fejem fölött ez a tábla, de erre majd visszatérünk. Mondjad, Fifika. Jó, tehát gyakorlatilag az a pletyka keringett a Kossuth téri tüntetés után, hogy a Charlie a laptopodat vetted ebből az Apple. De Fifika, szerintem ez ilyen tök releváns dolog, vagy irreleváns dolog, hogy... Figyelj, nem irreleváns, mert engem már nem tudom, mióta hergel ez az egész történet. Azért, mert én a Charlie levetettjét vettem meg, bocsánat. Szó szerint. De szó szerint. Figyelj, én szóltam ott, hogy hozzanak 8 kis csészét, de Tibike, erőtes magad, meg magad állj föl, és hozzá már ilyen köpőcsészéket neki, mert senki nem kap belőle itt. Fifika meg, vagy, bocsánat, Mújó meg mondja, hogy tedd már előlem. Könyörgöm, tényleg hozzatok valamit, és azt szórjátok szét, ne itt legyen, mert már nem úgy, hogy így a földre szétszórni.
Oké, tehát hogy rövidre zárjam ezt az egész történetet. Történet. Szeretnék mindenkit figyelmeztetni, hogy bárki, aki ezek után bármilyen hasonló vádat fogalmaz meg az Egyesülettel, vagy ugye a Krisztián az elnöke, a Charlie tag, alelnök, VP. A Charlie Egyesületi tag, én elnök vagyok. Tehát bárki ilyen vádat megfogalmaz az Egyesülettel szemben, annak viselnie kell a jogi következményeit ennek a dolognak, mert azt gondolom, hogy lassan már nem tarthatjuk fönn tovább ezt az állapotot. És akkor most átadnám a szót Krisztiánnak. Én pedig átadnám a szót Charlie-nak. Nem. Úriember, nem csibész. Még a kesúdió elmajszolom. Még nem készültem föl lélekben nagyon a sok beszédre. Nekem nagyon korán kezdődött a napom, és egy erőszakmentes kommunikációs workshoppal kezdtem reggel 9-kor, és onnan érkeztem ide, úgyhogy egy kicsit le van zsibbadva az agyam. És edzettem. Nem, mint a túl sok edzésre lett volna szükség, mert nagyon erőszakosan nem szoktam kommunikálni, de ez egy jó bulinak tűnt. És Charlie kért meg még a minap, hogy szedjem már össze, hogy mi a fene történt itt az elmúlt egy évben, mert jó egy ilyen visszatekintés egy ilyen 150 alkalommal. És tényleg kicsit úgy érzem, mintha egyesbe vagy rükverszbe lenne az agyam, úgyhogy nem folyik a szó úgy a számból, mint ahogy szokott úgy egyébként. Meg lehet, hogy egy kicsit meg is vagyok illetődve, mert ez a 150, ez egy baromi nagy szám, és még ízlelgetem egyelőre, hogy 150-nél járunk. De ezt már talán egy korábbi ilyen összejövetel alkalmával elmondtam, hogy én 5-öt se adtam volna magunknak, hogy 150-et. Úgyhogy megkockáztatva, hogy az ismétlés bűnébe esem, még egy kicsit fölpörögnék üzemi hőmérsékletre, és addig... Maga mit művel itt balra? Infernót szív. Őrület, mik történnek. Úgyhogy én egyelőre aljas módon lepasszolnám Charlie-nak a mikrofont, hogy mondjon ezt, azt, és tényleg próbálok egy kicsit fölpörögni, mert hosszú volt a nap. Köszönöm szépen, egyébként tök jó. Akkor adod át a mikrofon, mikor mindenki elindul ki elektromos cigarettázni. Tartsunk szünetet. Ja, mert az én hangom, mindenki elalszik a hangomra, basszus. Igen. Hát ennyi. Vedd át, Charlie, vedd át, már durmolnak. Annyit mondanék akkor, hogy amit az egyetlen hozadéka, ami volt ennek a Billion Lives premiernek, ami nálunk landolt, az itt van az asztalon, és nem az Inferno, hanem ez a három darab roppantul kulák, milyen? Dwarf, és még mindig gondolkoznom kell, mikor leírom, hogy melyik a szimpla, melyik a dupla, de dwarf. Egy aljas módon túlhypolt, egyébként sem jól működő kazán. Igen. Szóval, aki meg akarja nézni, milyen az arany dwarf, hármat is megnézhet. Jaj, de gagy! Itt mutogat a Dani, hogy neki, de hát ő valami, nem tudom, kazánban megmelegítette, és egy kicsit sárga színű lett, mint a húgy. Valamit ott isztok, Dani, de köszönöm szépen, hogy nekünk nem hoztatok. Hát mindegy is, tehát most bontom, ez a kifogás része volt. Az előbb ment át itt az asztalon, nem tudom, hol lett. Karácsonyi hangulatú filcnek volt. Az az aranyfilc. Igen, úgyhogy megfordult a fejembe, hogy igazából a karácsonyi aranyfilc segítségével sokan gyárthatnak még így gyorsan septiben egy-egy aranydarvot. Szép lenne a kazán belsejét firkálni vele. Na szóval oda nézd meg, jött Tibike, ne ide, ide ne gyere, oda menj. Úgy bizony, egyet hagyjál itt. Köszönjük szépen. Na nézz oda, még, hallod, felszolgáló vagyok én, vagy mi? Hát, az ezt a palit. Vigyed innen Isten hírével. Szia! Na! Kesúdiót elvitték, megmenekültünk. Szóval! Szevasz, Macsek! Itt van Macsek, és mint a csajok kólát iszik. Szóval... Elvileg mindenki hallgatja a podcastet, csak ezt nem, mert mással vannak elfoglalva.
Sutyomban akkor közlöm, hogy lesz, Krisztián meg fogja szülni a kérdéseket hirtelen halállal, két VIP passz Éron aláírásával, erősen gondolkozz a kérdéseken. Ami a filmmel kapcsolatos, olyan kérdéseken. Ja, ez abszolút új, hogy milyen feltételekhez kötöd a dolgokat. Ott van Tomika mutatja. Szóval ez csak az, aki megérdemli, és tudja. Én azt hittem, hogy ezt egy limbo verseny keretében fogjuk kisorsolni. Limbo verseny, jó, most hirtelen ránéztem, gyúsz már a limbo verseny, hagyjuk már. Szóval, hogy egy kicsit kontextusba helyezzük, azt lenne jó tudni, ha Fifika kinézelődte magát a számlával, hogy retrospektív napot szerettem volna, meg most is szeretnék tartani, és igazából az a lényeg, hogy mi történt a 100. podcast találkozó óta. És az én fejemben ilyen dolgok vannak, igazából, hogy azóta eltelt egy év, Fifika kezd rászokni az Infernóra, kész ez a pali. Lehet, hogy azért nem karmol már ez a likvid, mert öreg. Kiment belőle az erő, a power. Ki? Hozzászok, add már ide. Ne add ide, inkább ne. Szóval az utolsó egy évben, hogy mi történt velünk, mert talán közvetlen ezután volt ugye az, hogy ezt kiveszem innen, hogy elmentünk Bécsbe, és nem tudom, hogy már előtte, Krisztián, a francba elviszem innen. Köszönöm a kesúdiót. Szépen. Szóval nem tudom, hogy előtte tudtuk-e már, vagy ott körvonalazódott, hogy akarunk mi itthonra egy premiért. Én nem mondanám, hogy előtte nagyon körvonalazódott volna, mert olyan elérhetetlen távolságba tűnt ez az egész, és Bécsben realizálódott igazából a dolog, amikor egyszer csak ott megjelent Aaron és Jennifer testközelben. Igen, megjelent Jennifer, és azt mondta, hogy ezt a bulát el kell hozni Magyarországra. Ez biztos nem én mondtam. Akkor én voltam, nem tudom. Na mindegy, az a lényeg, hogy akkor ott elkezdődött valami. Igen, mert Charlie nem bírt magával, és ott noszogatott, hogy csinálj vele interjút. Adjál már. Csinálj vele interjút. Ne nyaggass már, kb. Így ment a dolog. Aztán rájöttem, hogy mint oly sokszor általában az életben bebizonyosodott, hogy vannak soha vissza nem térő alkalmak az ember életében. Azt hittem, azt mondod, hogy mint olyan sokszor bebizonyosodott, hogy Charlie-nak igaza van. Sem megerősíteni, sem megcáfolni nem szeretném ezt az állítást. Mindazonáltal ott elkezdett motoszkálni a fejemben a gondolat, hogy azért minden nap az ember nem keveredik össze egy helyiségbe Aaron Bieberrel, úgyhogy lehet, hogy nem kéne elszalasztani ezt a lehetőséget, és aztán végül oda pofátlankodtunk. Így nem tudok koncentrálni, Charlie. Szóval megadtam magam a közakaratnak, és Charlie akaratának, és úgy döntöttem, hogy tényleg ne szalasszuk el ezt a lehetőséget, és akkor megkérdeztük Aaront, hogy lehetne egy septiben egy interjút, és pont volt ideje, így aztán gyorsan tető alá is hoztuk. Fejekre vigyázni, alacsonyan szállnak a likvidek. Ja. Eső lesz. És hogy ne húzzam tovább, mint a rétes tésztát ezt a történetet, ott került pont igazából a dologra, vagy az íre, ott került fel a pont, hogy ha már ott beszéltünk, akkor megkérdeztük, hogy látja-e lehetőségét annak, hogy Magyarországra is eljöjjön, és azt mondta, hogy igen, és folytassuk a beszélgetést, és akkor kezdődött az a néhány havi kálvári, ami elég egyoldalú volt egy darabig ez a beszélgetés. De most átadom Charlie-nak, hogy mesélje. Kapitány a hídon. Szevasz. Az új jelenlevőknek, vagy az újonnan érkezőknek is. Sziasztok! Ja, szóval elkezdődött valami áprilisban, és még mindig csak áprilist írunk. Tehát nagyon az elmúlt 12 hónap első hónapját. És akkor jött ugye a folyamatos ötletelés a Krisztián már megint a Kesúdió. Hát ez nem mizze. Vigyétek már el innen, mert tényleg, tehát nem az a baj, hogy látja, hanem hogy egyfolytában
vigyétek el, mert... Én eddig azt sem tudtam, hogy igazából szeretem-e a Cashew diót, de ez szerintem eldőlt ez a kérdés. Igen, szóval utána jött a challenge Aaronnal, hogy nem lehetett vele kommunikálni, vagy az időeltolódás miatt. Na, de az a lényeg, hogy végül is így vagy úgy, de sikerült összehoznunk, hogy november 12-én sosem fogjuk elfelejteni. Ne szólj ennyire előre, Charlie. Mit mondjak még? Hogy mennyit szenvedtünk a felirattal? Nem. Ott volt a kettő közé beékelődik júniusra, ugye egy szent szalmaszál. Ez kinek? Ne itt tárold már. Daniel, ne tárold itt, mert ez olyan lesz, mint a Cashew dió, elfogy. De ki? Mi ez? Kié? Hogyan? Ja, Istenem. Én elmarok akkor egy ilyen borostyán színű valamit, bárki is küldte, nagyon szépen köszönjük. Ó! Olvasd be! Podcast. Grape Ice Saft. Nem tudjuk, mire való, de te úgyis kitalálod. Ezt is meg lehet nyerni tombolán. Szóval... Már annak, aki figyel. Pardon, hogy itt beléd folytom a szót szokás szerint. Szóval nem szabad ennyire előre szaladni, mert amikor Bécsben Aaronnal beszélgettünk, még egyikünk sem látta a filmet. És ugye ott egy ilyen 2x3 perces snittet vágtak be belőle, aminek a nagy része azért már a tízerekből is kiderült, de az is eléggé fölpaprikázott minket, hogy jönnie kell a filmnek, és elfeledkezel a varsói nikotinkonferenciáról júniusból. Ó, igen, ahol a villamos nem tudtad elérni, mert körbe volt kerítve kerítéssel. Valóban. Igen, de talán nem ez volt a legszignifikánsabb esemény. Igen, tudom, hanem a kis utazó bőröndöd. A malacos. Az Angry Birds-ös malac. Nem ez, még mindig nem ez. Tehát akkor nem tudom, mi volt fontosabb ennél. Megjött az állatorvos. Ezt remélem, hogy a kamera is látja, hogy egy inszeminátor kesztyűt vett föl Matyika vállig magára. Igazából szerintem ez hurkatöltő kesztyű. Fifika csodálattal tekint rá. Rossz az, aki rosszra gondol. Öcsém. Akarok ilyet. Akar. Ott, azt itt... Matyika? Igen, szóval... Ott lehet a mi asztalunknál jelentkezni vizsgálatra. Én kaptam a pinyótól. De a fifóka szeretné. Hát megvizsgállak vele. Gyerek, a másik kezére is van a Matyinak. Jó, köszönjük szépen. Hát ez borzasztó. Igen, ott tartottunk, hogy... Egy bizarr intermezzo után. És ez mind a GFN konferencia közepébe bele. Igen. Kérhetek kiváló, egy rövidet? Kiváló dramaturgiai érzékkel. Szóval sok szignifikáns paramétere mellett a varsói nikotin konferenciának... Krisztián, fog meg! Én nem iszom rövidet, köszönöm hát szépen. Hát te így gondolod. Nem, ez majd elosztjátok, srácok. Krisztián Csaj. Nevezd Csajnak, nevezd bárminek. Vagy tényleg, srácok, én nem kérek rövidet, nagyon köszönöm. Még legalább... A mozdulat nem ezt sugallja. Hát persze, hogy amennyi marad, annyi harag. Egészségetekre! Glug, 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 glug. Hogy eltűnt? Wow! Nem, csak poén. Poénkodik itt az ő. Sose fogom elmondani, hogy mi volt jó Arsóban. Várjál. Április 1-én nem tudtam itt lenni, de ez egy kis kulák módápoló szett. Ne őrítsetek. Kulák is, meg módot is ápol. Várjál, akkor így nyitom feléd. A kamera is lássa. Én kérek elnézést mindenkitől. Ez 18-as karikás, maszkulán, das Kondom, Gold Luxury Edition, Charlie, German Quality. Számold meg, mert azért kaptad, hogy ennyiszer élvezhetsz, azt hello. Nem, minden 10 podcastre egy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sok. Ennyi? Ez itt mi? Ez valami védőfólia? Az meg kulák kéztörlő alá. Aranyszínű kéztörlő, hogyha esetleg olyan lennél. Nagyon szépen köszönjük, oda fogom ezt hagyományozni. A
többiekre, mert én már viszonylag rég csináltam ilyet. De köszönjük szépen. Milyen bocsánat? Varsó. Varsó közepébe bejön ide a Koton. Hát... Nem, sosem tudjuk meg, hogy mi történt Varsóba igazából. Ez egy örök rejtér marad. Nem, mintha nem számoltunk volna be róla ízibe. Szóval a Varsói Global Forum on Nicotine konferenciának a legnagyobb kuriózuma tavaly az volt, hogy a Billion Lives európai premierje ott történt, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy én is megtekinthettem. Na és az aztán végképp betette a... Charlie, nem szabad. Értem. Én kérek elnézést. De már tényleg. A gőz, baszd meg. Én itt szenvedek, már fél órája így nyúlkálok, és aztán mindig fél úton eszembe jut, hogy nem. Úgyhogy nem, tartózkodjál. Akkor azt kell csinálnunk, hogy turnusokban megyünk, és mindig két ember itt ül. Én leszek az első. Hát vagy egy kis szünetet tartunk. Nincs szünet, mert meg kell állnunk. Az élő pörög, forog a film. Kimegyek, és 10 percig rátok gondolok, és közben elektronikus cigarettázom. De pont jaj, veled beszélgetek. Gusztáv volt ma a tévébe. Na ezt majd elmesélem. Meséld el, aztán én folytatom, már megszoktam, hogy nem tudok egy mondatot végig mondani Varsóval kapcsolatban. Mesélj, Krisztián. De ne menj ki olyan sokáig, Charlie, mert mindjárt vége a mondatnak. Vagy küldj be valakit, hogy akasszon meg. Na, szóval... Mit akartál mondani, Krisztián? Már nem tudom. Charlie, gyere, tiéd a mikrofon. Szóval Varsóban megtörtént az a történelmi pillanat, hogy megtekinthettem a Billion Lives-t, és úgy jöttem ki, hogy még a térdem is remegett a... Cicás pólóba. Tehát ezt tegyük hozzá. Cicás pólóba. Cicás pólóban, igen. Igen. Ez abszolút elfogadott abban a körben. És ott eldőlt a dolog, hogy ezt, ha törik, ha szakad, ha rezet fogunk kakálni, vagy vért pössenteni, akkor is valahogy el kell hozni a Billion Lives Magyarországra. És akkor most átadnám a szót Charlie-nak, mert mostantól folytathatja. Vagy próbálom fölvezetni tovább, vagy Fifika besegít egy kicsit. Na, Billion Lives, tehát... Én ültem otthon, azt tudjátok, hogy én egy paraszt gyerek vagyok, Dóc, 800 lakosú kisfalu, és fölhívott a Krisztián, beszámolt, hogy mi történt, és hogy ő látta a Billion Lives-t, és ha, oké, letettük a telefont, fölhívott a Charlie. Figyelj már ide, hozzuk el Magyarországra ezt a filmet. És így gondolkozzál rajta. Letette, és így gondolkoztam rajta. Ez az elmebeteg. Amerikából, Magyarországra, díszbemutatót szervezni, ez biztos. És a Krisztiánnal elkezdték egymást győzködni. Ők aránylag konkrétan gyorsan meggyőzték magukat, hogy ebből lesz valami. Én meg folyamatosan mondtam, ebből semmi nem lesz, gyerekek. Semmi, érted? És akkor... Ugye a Charlie-ról azt kell tudni, hogy egy kívülálló azt látja, hogy ez konkrétan egy paraszt. Tehát beszól, elküld a fenébe, nem tudom én, akármi van. Egyébként meg nem az, hanem ő nem vállal föl bizonyos konfliktusokat, amit mondjuk én fölvállalok, hanem megmondja őszintén, hogy figyelj, öreg, menj a picsába. És ennyi, és nem hajlandó vele tovább foglalkozni. Viszont amikor szervezni kell, akkor ez a tulajdonsága az úgy ragyog, mint salabon töke, éjszaka, gyenge holdfényben. Tehát valami eszméletlen jó tudja összerakni a dolgokat, leszervezni az egészet, ebből táblázatot csinálni, timeline-t, stb. Tehát valami elképesztő módon elkezdett így a szemem előtt realizálódni az, amire én azt mondtam, hogy gyerekek, jó van, csináljátok, úgyse lesz belőle semmi. És egyszer csak azon kaptam magam, hogy én is elkezdtem benne hinni, és aztán, amikor beindult a közösségi gyűjtés, és láttuk, először pánikba estünk, hogy nem lesz elég, aztán meg túl sokan lettünk, tehát azt ne tudjátok meg egyébként, hogy milyen érzések kavarognak az emberben ilyenkor. Gyere nyugodtan, most parasztoztalak le. Üljél le. Nyugodtan. Mit csinálsz? Ja.
Szóval valami hihetetlen jó szervező készsége van a Charlie-nak, és nem kis része volt abban, hogy ez az egész díszbemutató létrejöhetett. Nagyon sokan mondták azt, hogy utána, hogy mi a fenének kellett ez, meg nem voltunk vele előrébb, meg nem lett ettől több, nincs igazuk. Egyrészt megmutatta maga a közösség, hogy mire képes. Azért ezt ne felejtsük el, hogy attól, hogy a Charlie szervezte, attól, hogy a Krisztián szervezte, attól, hogy én is szerveztem, ez nektek köszönhető, mindazon embereknek, aki erre akár 1000 forintot is, de betett a közösbe. És akkor most, hogy visszajött Charlie, gurítsa tovább a történetet. Én még hozzáfűznék annyit, hogy igen, Charlie-nak ez a sokak által ki nem állt kíméletlensége és őszintesége valószínűleg tényleg az, ami a dolgok leszerve. Néha olyanokat mondta, hogy még bennem is meghűl a vér, pedig azért már izzasztjuk egymást egy ideje. Nem úgy, ahogy gondoljátok. Ugye? De hogy... A közösen leszervezett dolgok kapcsán én általában csak pislogni szoktam, mert ez a kíméletlenség olyan kíméletlenül kitapossa azt, hogy tető alá kerüljenek a dolgok. Ha kizárólag rajtam múlt volna, akkor még mindig a decemberi tüntetésen gondolkodnánk, és sose lett volna premier az Urániába. Hello, Charlie! Szevasztok, de legalább te maradj itt velem. Azért jó ez az Uránia, mert azóta csak ezt hallom Aarontól egyébként. Szóval épp a minap fölkeveredtem éjszaka, mert náluk akkor van reggel, és a Baxternek, tudod, ez a sportműsora, ami a Facebookon megy, és az Attention Era-val csinálják ezt a több kamerás live-ot a Facebookon, vágod? Ez egy sportműsor? Hát úgy sportműsor, tudod, hogy ilyen... Sport van benne? Azt sem mondanám, hogy sport van benne. Van köze a sporthoz? Hát annyi, hogy beszélnek róla, tehát még neked is emészthető a dolog. De van köze a sporthoz? Hát ennyi. Nem, akkor nem tudom mi. Most jutott eszembe erről a pillanatról, hogy nincs itt Andor. Andor, ha nézed a live-ot, akkor gyere. Azonnal. Szóval ott beszélget. Nézd itt egy kis bogár. Micsoda? Itt jön. Ne bás! Kész. Néha olyanokat csinál, hogy bennem is meghűl a vér. Most miért? Krisztián, úgy éreztem, hogy veszélyben vagy a bogártól. A te karmád, ember. Az én karmám az, hogy lehet, hogy azért, mert a bogarat leütöttem, néznem kell egyfolytában. Nézd, hogy eszi azt a hamburgert. Nézd oda, hogy eszi. Privát poklod minden pillanatát megérdemled. Igen. Szóval... ja igen. Na szóval ott is beszélgettünk, csak beköszöntem oda a Baxternek, meg a többieknek is, aztán láttam, hogy ott van Aaron, és hát már megint az a gyermeki rajongás, hogy hello Robert, mi a helyzet, és a többi, és ezt minden egyes alkalommal elmondja, amikor nem mi in private beszélgetünk, hanem valahol szóba kerül, hogy mennyivel faszább volt az Uránia, és ha belegondolok, hogy előtte emlékszel, hogy ilyen Corvin mozikat, meg nem is tudom, ilyen multiplexeket néztünk, ahhoz képest jó messzire jutottunk, és végül is kifizetődött, szerintem. Mi volt a zséterv, várjál, nem a... Lurdi? Lurdi, igen, Lurdi ház volt a zséterv. Hát ahhoz képest, igen, úgy nézem, hogy itt sok arcot láttam onnan. Mondjuk a Pinyó téged pont nem láttalak. Ott voltál? Ja, a premiéren. A Lurdi házban. Negyedik sor. Ja, oda a lúzerek, tudod, így fölfele a nyakukat. Föl. Ja, aludtál, hát akkor meg tök mindegy. Mint a Boris, igen. Szóval... Nincs még vége annak a történetnek igazából. És hozzák be a hamburgereket. El nem tudom mondani, hogy mennyire gusztusos hamburgerek, és... de kurva jól néz ki. Önkontroll, Charlie. Nem ide hozza. Hát ez a nagy baj vele, hogy nem ide hozza. Ne haragudj, rántott sajtotok van? Camembert, az annyira loser dolog.
Figyelj, hamburg... Dehogy kérek a tiédből, de olyan, hogy hamburger jól átsütve, tehát én ilyen buzisan eszem, hogy jól átsütve, ilyen hasábbal, az tök jó lenne. Jó erő, tehát hogyha van valamilyen erős halapenyó papri, tökéletes, tökéletes. Olyat kérhetek? Igen, és majd ő a kék pulóverbe fizet. Persze, hogy oda. Én a helyetekben egyébként távolabbi asztaloknál lenném azokat a hamburgereket, mert odáig talán nem tud elvetődni Charlie. Köszönöm szépen. Már remeg a lába, látom. Nem, ez nem igaz. Szóval, hogy azóta folyamatosan jönnek a visszacsatolások, hogy hiába volt egy hatalmas párizsi premier, meg hiába volt a németországi premier, azért sikerült nyomot hagynunk Éronékban. Nem sok országban járhattak, ahol láthattak egy igazi 9. kerületi lomtalanítást például. Krisztián, azt azóta próbálom elfelejteni. Várj egy picit. Valamit kérdezett a Tibike. Mit kérdeztél, Tibike? Ja, értem. Tehát magát a premiért hogy építettük be az életünkbe? Jó, ezt ki is tudjuk itt tárgyalni. Hogy építettük be az életünkbe a premiért, Krisztián? Hogy én hogyan, nehezem, hogy te hogyan, azt meg a mai napig elképzelni nem tudom. Hát én se igazából, de azért, mert szerintem, hogyha rajta múlt volna, akkor nem 5 hónapig tart, hanem ez meg lett volna 1 hónap alatt. Borzasztóan idegesített engem az a tökölés és az a lassú tempó, amit az időeltolódás is, meg bármi más okozott a témával kapcsolatban, meg a kommunikációnak a pont ez a faktor benne, hogy nehéz volt az időzónákon átbeszélni. Hát meg Aaron időnként olyan volt, mint akiből harapófogóval kell kihúzni egy választ, föltettünk egy kérdést, eltelik 1 hét, 2 hét, 3 hét. Figyelj, most már kérdezzük meg még egyszer. Jó, de most kérdezz meg te, mert a te hangod mélyebb, tehát kb. Már ilyen stílusba ment a dolog. Igen, és aztán tulajdonképpen... Ja, és akkor annyi volt a válasz, hogy természetesen. Igen. Na, úgyhogy... Én igazából már azt várnám, hogy mikor jönnek vissza. Egy pillanat. Mi a probléma? Nem tudta megmosni a gazdag Feri a kezét tekerés előtt, ezért inszeminátor kesztyűt húzott föl. A vállá ígér mindkettő, hogy közvetítsek annak, aki nem látja, és most úgy teker. Hát, édesanyám, borzasztó. Ja, és a Blackit nézi, mert hát valaki legalább tudta. Na, itt van Matyika, az életmentő Mitch Buchanan, itt van gumikesztyűje is van. Már nem mer ide nézni. Azt a gumikesztyűt azért nehéz überelni. Szóval... Az ott vegyvédelmi, vagy... Nem, lovas szülésznő, vagy tényleg kurkatöltő, vagy mi az? Nem, az inszeminátor. Tehát amikor te tudod mi az, hogy inszemináció? Megpróbálok úgy csinálni, mint aki igen, de nem. Mesterséges megtermékenyítés az állatoknál, és mondjuk egy lónál, mikor ezt műveled, akkor egészen mélyre kell nyúlni benne. De ember, és mi van az aranyhörcsöggel? Ez egy kicsit brutálisnak tűnik. Nem tudom, én most... Vagy ez nem ilyen one size fits all? Annyit szeretnék mondani, mert egy embert megláttam már itt a pultnál. Ha mindenki ide figyel, még a Nagy Dani is, Nagy Dani, te tróger. Tombola is on. Oh yeah. Igen, hogy leesett a srácoknak, hogy VR Pisti? Tombola is on. De így szólok, mint hogyha hajón lennénk, hogyha hirtelen mindenki ide szalad, föl fogunk borulni az épülettel. Szevasz. Zsírkrétás mód. Nézd itt a bandi, hogy milyen kló... Édes Istenem, hallod? Mindegyiket egyesével fogom a kerítésre dobni. Elmagyarázom neked, az azért van, hogy ott a lukon benyúlsz, ott a csövet lehúzod, úgy töltöd meg a palackot, és aztán a lukon keresztül tolod vissza rá a szilikon csövet. Ezért tud zárt lenni ott az a része. Ezt már Rossi legagyizta, de hát
Te meg ugye izé vagy, tudod, ilyen holdudvar, meg anyám kínja, meg az, hát ha kimész a kamerából, ott se szabad szívni, de kacsintok. De hát nem. Ezt nem akarom elhinni, hogy azt leszarják, hogy mit beszélünk, de a tomboláért nézd meg, kilométeres sorok állnak. Hallod? A felszolgáló gyerek tomboláira a sorba. És mindenki hátra néz, zseniális. Jaj, mondanám, hogy verebek, de hát egy nő is áll a sorba, hát nem mondunk ilyet. De mögött, hölgy áll a sorban. Hölgy, igen, és mögötte Miui Magyarország. Mi? Én jegyzem az ilyeneket, az egyik patrónunk. Puta. Ez a pénz, Tibike, ez tedd el, és a Cashodiót ebből fizes ki. Jó? Nehéz így egyébként visszaemlékezni, de most miközben, amíg te így csiporogtál, mint a kismadarak, addig eszembe jutott, és szerintem a kérdés azért megérdemel egy rendes kifejtést, hogy hogyan építettük be az életünkbe a premier környéki dolgokat. Igen, komoly. Csak annyi idő eltelt azóta, meg annyi pörgés volt vele kapcsolatban, hogy könnyen elfelejti az ember, de nekem most összeállt a fejembe például a kép. Mondjad akkor. Úgyhogy én emlékszem rá, hogy az így november elejére nagyjából... Most jó nagyot léptél, hallod, áprilistól. De erről beszélünk már a premierről, hogy mi volt. Itt az uh-huh. utolsó hónap volt az, ami nagyon-nagyon durva volt. Azt tudom, hogy én átdelegáltam rád a szervezés brutálisan nagy részét. Nekem az az érzésem az egész premier szervezéssel kapcsolatban, hogy maximum 20% nálam, 80% nálad. Teljesen ez a benyomásom a dologgal kapcsolatban. Mert ugye nekem akkor realizálódtak az adatigénylési perek. Jött november 10-valahanyadikára a határidő az alkotmányjogi panasszal, és ráadásul pont akkor kezdtem el interjúzni a Prezihez is. Úgyhogy egy ilyen másfél hét, egy ilyen másfél hetes intervallumra megkaptam egy pert, egy alkotmányjogi panaszt, egy állásinterjú történetet, meg a premiért, és azt tudom, hogy így tényleg így néztem ki a fejemből, hogy ezzel mi a fene lesz, de aztán köszönhetően annak, hogy az oroszlán részét te bevállaltad, és néhány hónapig nem aludtál, így azért révbe értek a dolgok. De én arra emlékszem, hogy ott volt egy-két hét, amikor tényleg nagyon durván rezgett a léc, hogy úristen, itt valami hátrányt fog szenvedni az összes többi dolog közül, de aztán nem. Csak a te alvásod. Hát az én alvásom azért nem szenvedett hátrány, mert tényleg ez a napi 3-4 óra nekem már megszokott, vagy elég, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Szóval a varázslat az annyiból állt, hogy otthon elfogadták, otthon, hogy mondják ezt, értékelték, vagy tolerálták, igen. És hát ugye utána Nóri is beszállt a játékba, amikor együtt mentünk ugye smokingot próbálni. Ja, hogy amikor már látszott a fény az alagút végén, hogy ebből kosztümben limuzinozás lesz, akkor neki is megdobbant a szíve. Igen, mikor végre azt mondta, hogy végre látlak normális ruhában fölöltözve titeket, akkor... Megint beugrott valami, mennyit veszekedtünk, Jézusom Csávé. Mi a smoking? Nem, a smoking, legyen cítő. Limó, ne legyen, rongyrázás, nem rongyrázás. Fú, rengeteg súrlódás volt Charlie meg köztem. Valaki kérdezte itt, hátulról beordított, hogy egyszerű volt a méretet venni. Krisztián, mennyire volt egyszerű? Fölvettük, és jó volt. Mint akire ráöntötték, abszolút. Ennyi. Like a boss. Kvázi konfekció volt, tehát smoking kölcsönző, nem megvettük magunknak. Igen, mint a Finucci fivérek. Szóval, mit mondtunk itt, mielőtt bekérdeztek? Ja igen, a jó kis konfrontáció. Igen. Nem volt az szerintem konfrontáció. Tibike, volt, én nagy fasz kaptam tőled. Tibike, ha valamit itt az asztalról ellopsz, akkor megszűnik a közvetítés. Szóval agyfasz kaptál tőlem, én is tőled, de... Ugye? Ezt nevezem súrlódásnak. Nem, a súrlódás az egészen más. Szerintem itt csak ütköztettük az érveinket. Igazából mindent megbeszéltünk, és ha belegondolunk abba, hogy igen, ha Éronék itt lettek volna mondjuk, ahogy tervezték egy hetet, akkor azt mondom, hogy jó, talán ezt nem hiszem el, gyerekek, megjött a hamburgerem, nagyon durva.
Persze, hogy jöhet. Egy kérdés volt, hogy jöhet-e. Alig vártad. Igen. Ú, de betyár. De most már előkerülhetne Ficsor Zoltán alias Fifika, mert nem fogom tartani a frontot, ameddig beburkolod azt az óriási hamburgert a pityókával egyetemben. Dani, bocsánat, Dani, hozzád ütötték a hamburgeremet, mindegy, szevasz. Kurva jól néz ki. Így a mikrofon felé mutat. Nagyon jó. Szóval én emlékszem, hogy többször agyfaszt kaptam tőled. Hát ez zseniális. Ez nagyon jó, Krisztián. Vége. Nem podcastelek veled többet. Nem? De Krisztián, megbeszéltük azért a dolgokat. Tehát mind a ketten engedtünk a 21-ből, vagy 48-ból. Nem tudom már, hogy hányból. Abból, igen. De engedtünk belőle, és... És ja igen, ezt mondtam, hogyha itt lettek volna egy hétig, akkor valóban azt mondom, hogy nem kell limó, meg az anyám kínja, meg körbejárják a város, de annyira szoros volt ez az egész nekik is, hogy gyakorlatilag nekik a város nézés annyi volt, ami a premiértől ugye az afterparty helyszínéig szólt, és akkor csináltunk egy mesekört gyakorlatilag az alsó rakparton, illetve hát átmentünk Budára, és úgy megnéztük. Hát plusz a 4-es metrózás a fürdőbe, de az azért nem annyira. Szegény, és azt hiszi, hogy ilyen jól néznek ki nálunk a metrók. Mert épp járt a 4-es metró. Pont kifogtuk. De én arra emlékszem, viszont a websájton rengeteget vitatkoztunk, hogy hogy legyen, meg mint legyen, és ott nagyon ütköztek az elképzelések, és ott az segített, hogy letoltuk előtte azt a nyomorult decemberi tüntetést a parlament mellett, mert én nem akartam engedni, te sem akartál engedni, és aztán a végén arra gondoltam, hogy nyilvánvalóan én is a legjobbat akarom az egészből kihozni, nyilvánvalóan te is a legjobbat akarod az egészből kihozni, viszont velem szemben te bizonyítottan maximalista vagy. Hát ezt nem mondjad, mert te is az vagy, csak máshogy. Én nem, én optimalizista. Optimalizista. Meg nézed a hamburgeremet, az jönnek a hülye szavak. Nem, nincs ilyen magyar kifejezés, de mindjárt alkotunk még egyet. Az optimalizista az nagyon rosszul hangzik, de majd valami ilyesmi. Tehát, hogy ha lehet valahol optimalizálni, akkor én ott azért próbálok optimalizálni, mert kevés dolgot gyűlölök annyira, mint fölöslegesen értelmetlenül dolgozni. Hát te érzed, hogy ilyen hegedűs üzemmódba akarod enni a hamburgeredet, nem, vagy sem? Jaj, a kábel. De hogy aztán végül én tényleg rám annyira nem jellemző módon magamba szálltam, és azon gondolkoztam, hogy basszus, kettőnk közül te vagy az, aki, vagy akkor fogalmazunk úgy, hogy te vagy az, aki jobban maximalista. Tehát I agree. Én nézem a befektetett energia és a megtérülés mértéke dolgot szoktam nézegetni, és hogyha valami több energiába kerül, mint amennyi fun lesz a végén, azt nem szeretem csinálni. Charlie meg általában úgy van vele, hogy ha jó a vége, akkor minden energiát megér a dolog, és itt hajtottam meg a fejemet, és azt mondtam, hogy oké, neked lesz igazad, pont. Ez egy fasz a konszenzus volt szerintem. Mindennel elégedettek voltak, mindenki elégedett volt, és akkor itt visszacsatolva ezekre a trollokra, vagy mit tudom is én kikre, akik nem voltak ott, azok... Krisztián lopott a krumplimból. Szóval akik nem voltak ott, azoknak a véleményére nem szabad, hogy adjunk. Akik meg ott voltak... Vegyém, itt van közben Filip is, kérdezte, hogy milyen szintű tombolát akart venni. Filip, mennyi biztosra bazd meg, mindegyikből vegyél vagy ötöt? Hát újat húzunk akkor. Ne szarjál be. Visz major. Visz ennyi. Szóval azoknak nem szabad adni a véleményére, aki abszolút nem látja át a dolgot, és kicsit visszacsatolnék arra, amit Fifika az elején mondott, hogy aki olyat kimer jelenteni, hogy bármi pénz, vagy akármicsoda hozzánk jutott, az csak azért tud ilyen butaságot mondani, mert nem tudja, hiszen ő egy forintot nem fizetett bele, hogy ez már pedig az egyesület számlájára ment, vagy mondjuk a tüntetés, ugye a MECIS, vagy ez a közös forgalmazók gyűjtötték egymás között, tehát közünk nem volt hozzá pénzhez soha, mint magánszemély, úgyhogy... Bocsánat, így a szolgálati közlemény.
Tibike vagy Boris, szóljál már légy szíves Fifikának, hogy én nagyon szeretnék már enni hamburger, de ő meg nem tud egyedül beszélni, úgyhogy de ne állj be a sorba, hanem menj a Fifikához. Meg én már gőzölni is szeretnék egy picit. Ezt nem hiszem el. Köszi. Erről tudod, mi jut még eszembe? A perek kapcsán az a szuper alperesi beadványa. Nyilvánvalóan jelentős anyagi érdekeltsége fűződik hozzá. És így visszanézek az elmúlt most már öt év, lassan öt év, a podcast szempontjából három év, így az elcigi kapcsáni célmalomarc öt éve, hogy ezek a szerencsétlen idióták, legyenek azok a jóindulatú elcigisek, vagy jóindulatú nefisek, akik azzal vádolnak meg, hogy jelentős anyagi érdekeltségből csináljuk ezt, meg azt, vagy amazt, hogy normálisak. Krisztián, én most is látom rajtad a jelentős anyagi érdekeltséget. A kezedet egy picit letenném, hogy a kamerába lássák, azért ez a póló, ez nem tudom, fizettél érte? Egy fillért sem. Hoppá! Öltöztetnek, engem öltöztetnek, figyelj! Öltöztetnek Éronék Amerikából. Külföldi, hogy mondják ezt mostanában divatosan? Külföldi ügynökök. Ajaj, ajaj, a külföldi lobby, a külföldi lobby. De azt hozzá szeretném tenni, hogy így mennyivel sokkal faszább podcastelni. Hogy nincsen egymás szavába vágás, mert egymásra tudunk nézni. Fifikának így ki tudtunk inteni, hogy gyere már be, mert szeretnék enni. Zseniális. Minden héten így kéne csinálnunk. Mit művelsz? Nem hiszitek el. És ide jönnek a három géniusz asztalához, és azt mondja, te kérted? Nem tudtuk, azt mondja, csak hogy ide hozta, hogy valaki azt mondta, hogy tegyük le. Hát te egy úriember vagy. A mikrofonba mondjad. De most... Várjál. Itt lehet kérni. Még egyszer. Számot itt lehet kérni. A Szécsi Páltól szeretnék. Ezt nem hiszitek el, Szécsi hogy... Szécsi Páltól a Coco Jumbo-t. Ameddig jött, tehát fölvettek engem azon a településen, és míg ideértünk 15 perc alatt, próbáltunk normális zenét, hogy Slayer, Five Finger Death Punch. Nem, Szécsi Pál. Szécsi Pált mert kellett... az a normális zene. Sem a Slayer-et, sem a... YouTube-ról bannolós deszpáncsod. Na majd várjál, mert most... Figyelj már. Boris, fikázták a Slayer-edet. Nem fikáztam a Slayer-edet, én előnyben részesítettem Szécsi Pált. Összehasonlították Szécsi Pállal. Akkor köszönöm szépen, hogy mindenki jó étvágyat kíván nekem. Sziasztok. Szeretnék küldeni neked egy számot. Hajrá, Fifika. Szeretnék egy számot küldeni neked. 6. Oké. Okay. A vörös farkatlan? A nagy komba cica? Új cica van az udvaron? Ne hülyeskedj! Tartsátok a frontos srácok, mert nekem fröccsöt is kell szereznem. Szólt a Charlie, hogy kulák szendvicse van, vagy nem de tudom. Látom, hogy teli szájjal is tud beszélni. Kihűl a szendom. Kulás. Kulás szendvics. Én is emberből vagyok, Charlie. De miről beszéltetek idáig, amíg kim voltam? Nem hallgattad az adásmenetet? Nem. Sokat elbeszélgetünk arról, mert jött egy hallgatói kérdés, itt live hallgatói kérdés, hogy hogyan épült be az életünkbe a premier szervezése, és nagyon rég volt, de aztán így föltulultak az emlékek, és így kibeszéltük, amikor szívtuk egymás vérét, hogy milyen legyen a weboldal, úgy csinál, de nem úgy csinálom, csak azért se. Jaj, gyerekek, a limuzin. A limón micsoda hisztik voltak. Úristen, úristen. Tehát így fölhívott a Krisztián. Te figyelj már, a Charlie limuzint akar. Mondom, mi van? Hát limuzint. Letette, fölhívott a Charlie. Figyelj már, Fifika, várjál, Fifika, de most ez tök jó, hogy ideig már elfelejtették, de most majd megint jönnek a trollok. Fölhívott a Charlie. Te figyelj már, hát az Áronék megérdemelnek egy limuzint, nem, de. Na, akkor beszélj a Krisztiánnal. Hát az valami ijetetlen volt. A Krisztián azt akarta, hogy az Áronék a villamoson közlekedjenek. Nem, én csak azt mondtam, hogy életérzésnek nem annyira rossz megismerni, hogy milyen a Blahától a Jászaiig le 4-es 6-osozni.
Élmény villamos. Élmény villamos. Tehát ha a Krisztián, ami ketten álmodtuk volna meg ezt a vetítést, akkor valószínűleg vittünk volna egy projektort, mert az ócsó. Meg néztünk volna valami művelődési házat Budapest szélébe. Vagy Dócon. Vicces, ott volt mozi. Tehát van vászon. És nálunk van két elfekvő szőnyeg is. Tehát azt így leterítettük volna, és teljesen rendben lett volna a sztori. De hát a Charlie-nak mindig ilyen kulák igényei vannak, mert nem tudok rá. Nézzétek meg azt a szendvicset, hogy hogy néz ki. Vagy mi az, hamburger. Az ehető. Szálkamentes. Filézett fogpiszkáló. Úgyhogy hozzák a szendvicsemet, Charlie, most már neked kell beszélni. Nem mondom. A másik ilyen sztori az a Kossuth téri tüntetés volt, mert a LED falat oda is a Charlie találta ki, ami a leghúzósabb tétel volt, nem Charlie? 1 200 000 forint volt csak a LED fal. Viszont ki volt ott a Kossuth téren közületek? Na. Alig négy óra két. Tehát a Jávorszky Adrien odahozta a pizzát, igaz? A Jávorszky Adrien odahozta a pizzát. Az a pizza, amit a Kocsis Tomi nekünk megrendelt, az 4 órával a rendelés után ért meg. Mondjuk jó volt, mert épp a Jávorszky Adrien pizzája már abszolút elfelejtődött a gyomrunkba. Úgyhogy... És iszonyú hideg volt. És aki ott volt a Kossuth téren, azért kérdeztem. És látta a saját videóját egy akkora LED falon, annak azért az egy hatalmas élmény volt. Hát de. Két felet. Lehet még tombolára jelentkezni, van még szelvény. Jó étvágyat, Béla. Jó a cucc. Van még valakinek hamburgerre igénye, mert azt gondoltam, hogy egyet kisorsolunk. Tehát a Charlie, amit meghagy, azt kisorsoljuk tombolán. Kulák hamburger. Béla, mit szeretnél nyerni? Mindegy, csak valami legyen. Oké. Egy picit hagy beszéljek, mert már azért így átmentünk ezen a két nagy eseményen, de itt a háttérben rengeteg dolog történik, és van folyamatban a mai napig is. Meg kell, hogy említsük azt, hogy ugyan az Egyesület nem politizál, és nem is fog soha politizálni. A Charlie baszta, jegyezzétek meg. Nem tudom mi az, de... Ja, de tudom. Tehát soha nem is fogunk politizálni. Viszont... Az Inferno... Csak ránéztem, öcsém. Viszont minden politikai
erő támogatását igénybe vesszük. Krisztián, hol vagy, elment a hangom? Minden politikai erő támogatását igénybe vesszük, aki kiáll mellettünk. Az utóbbi időben, aki a legtöbbet tette az elektromos cigaretta hazai forgalmazásának ellehetetlenítése ellen, szerintem az Ildikónak eszébe jutottam. Most szurkálja a vudu babámat. Az Szávai István a Jobbik képviselője volt. Alelnöke? Még alelnöke? Már nem, ugye? Tehát akkor jól mondtam, de ez meg belepofázik, ahelyett, hogy enne. Szia, Kinga! De jó! Hát most már nem csak ott azt halljuk, hogy csukódik, meg csapódik, hanem hogy itt is van. Tehát Szávai István volt az, aki a legtöbbet tette az elektromos cigaretta hazai ellehetetlenítése ellen. Ez mi ez? Csár, ez teljesen rendben van. Ez teljesen rendben van. Szeretnél beszélni? Ja nem, csak még nem voltam gőzölni. Most megyek még csak gőzölni, csak megtetszett a téma, aminél tartottam. Köszönjük, Krisztián! Mondtam, hát, ha szükség van rám ilyen kiegészítő infók kedvéért, de ha nem, akkor elmegyek gőzölni. Jó. Kösz, Béla. Meg Kinga sokkal jobban néz ki, mint te. Na, szevasz! Mondjuk ezt meg tudom erősíteni én is. De szerintem bárki, aki a teremben van. Azt kell tudnotok, hogy ahonnan indultunk szabályozás tekintetében, az lett volna, hogy ízesítetlen folyadék, 75 forint plusz áfa jövedékkiadó, és 475 ezres bejelentési díj ízenként és erősségenként a likvidekre, illetve minden készülékre és tartozékra. Tehát aki egy, nem is tudom, egy ilyen Proton 2-es betétet forgalmazott volna Magyarországon, aminek egyébként az eladási ára mondjuk 6 vagy 700 forint, annak 475 ezer forintot le kellett volna csengetni ahhoz, hogy tudja a forgalmazást végezni az országban. Tehát olyan agyament idióta és hozzá nem értő szabályozás kezdett kialakulni, vagy körvonalazódni, ami nyilvánvalóan arra ment ki, de egyébként erre megy ki a mai napig is, arra ment ki, hogy az elektromos cigaretta ne legyen forgalmazható Magyarországon. De sokat lehet rajta gondolkodni, hogy ez miért van, és miért van az, hogy ennyire ellene mennek. Soros György! Abból az egyszerű fölismerésből fakad egyébként a dolog, hogy miután fogalmuk sincs, hogy mi ez, de azt tudják, hogy minden egyes elektromos cigaretta használó dohányos volt. Tehát mindenki, aki áttér az elektromos cigarettára, az a dohánypiacot gyengíti Magyarországon. Valamiért ez mondjuk a tapasz és cukorka és rágógumi forgalmazó gyógyszeripar részéről nekik nem fáj. Valószínűleg azért, mert ezekkel az eszközökkel nagyon-nagyon minimális ember tud leszokni a dohányzásról. Viszont az elektromos cigaretta nagyságrendekkel több ember tud a dohányzástól elvonni, ezért aztán, szevasz Charlie, nyugodtan menjél pisiljé, majd Béla kikísér, táncol neked közben a kagyló előtt, vagy valami. És ebből adódik az, hogy a magyarországi dohányforgalmazás, ami mindenki tudja, hogy egy kézzel vezérelt piac, az ott együtt gondolkodók azt mondták, hogy nem kérnek az e-cigarettából, és ezért mindenféle adminisztratív eszközzel azon voltak, hogy ezt az egészet ellehetetlenítsék. Ha egy likvidre ki kellett volna fizetni vagy
igen, fajtánként és erősségenként a 475 ezer forintot, az ugye azt jelentette volna, hogy mondjuk ha valakinek van 10 íze, és ugye erősség itt a nullás is, tehát a nullásra is ki kell egyébként most is fizetni, és négyféle erőssége, a 10 íz az 40x 475 ezer forint, de ki lehet számolni, hogy vajon ki az a magyar, de nincs is már ilyen, magyar likvid gyártó, aki ezt ki tudja kesselni. Nem beszélve arról, hogy mi most olyan 15 ezer eurónál tartunk csak a bejelentéshez fűződő laborvizsgálatok kapcsán. Tehát ez egy óriási összeg, most ugye annyiban mérséklődött, hogy elég erősségenként és márka nevenként. Tehát ugye az én esetemben ez a Bloss, annak van 4 erőssége, tehát 4x475 ezeret kell kifizetni. Annyit finomítottak még azért a végére, hogy ezt évente meg kell tenni. Tehát minden évben, amikor a piaca, vagy a piacon hagyom a terméket, ezt be kell fizetni. Módosítás az 350 ezer. Alkalmanként, tehát ha ki akarod vonni, tehát ez egy nevet, tehát én már ezen sírni tudnék. Ha be akarom jelenteni, hogy jövőre nem akarok forgalmazni bármit, az 350 ezer forint. Ez tételenként. Tehát hogyha, mert hát egyébként mit csinálsz? Tehát nem azt csinálod, hogy bejelentett, hogy jövőre nullásat nem fogsz forgalmazni, hanem akkor valamelyiket nem fogod, és lesz egy új helyette. És azt nem cserélheted ki, be kell fizetned. Ha egy újat behozol, ugyanúgy be kell fizetned a bejelentési díjat. Bocsánat, közben annyit jegyeznék meg, hogy ebből semmit nem hall az, aki majd hallgatni fogja a podcastet. Itt van ez a mikrofon. Bekapcsoltam, és ha valakinek kérdése van, bárkihez, ide jön, és azt mondja, hogy hello. És akkor bemondja a kérdést. Köszönöm szépen. Ez azoknak, akik majd 10 év múlva akarják hallgatni, hogy mi volt velünk. Köszönjük szépen, Charlie. Csók a családnak. Már csináltál róla a főjegyzést? Még memo? Nem. Bármi. Memo? Lesz. Elküldted? Lesz. Excelbe lesz. Beírtad? Igen. Oké. Okay. Fogom. Hello. Hello. Szóval nagyjából itt tart a történet, és ha bejelentesz egy készletet, ugye maradjunk az eszközöknél, az UGYI egyébként hihetetlenül értelmes és szarválaszokat adó kolléganője szerint külön, tehát bejelentek egy készletet, amiben benne van minden, az akkumulátor, a kazán, a tank, a töltő, minden. Ha ezt külön forgalmazom, még egyszer be kell jelenteni, még egyszer kifizetni a 475 ezeret. Tehát komolyan mondom, nem tudom, hol élnek. Tehát van egy bevizsgált, dokumentációval ellátott készüléked, amit elfogadtak, hogy nem öl meg. Van egy dokumentációval ellátott, bevizsgált kazánod, tankrendszered, amit elfogadtak, hogy le van papírozva, és nem öl meg, mehet a piacra. Ennek ne adj Isten, az egyszerűség kedvéért még van kazánfeje, mint cserélhető alkatrész, ami szintén dettó, porlasztója, nevezzük porlasztónak, ami szintén elfogadott, együtt egy működőképes rendszert alkotnak, hogyha te külön is szeretnél porlasztófejet árulni. Azonnal újra 475 ezer forint. Szóval nem tudom, gondolom, hogy azért már nagyjából érzékelitek a piacot. Picit hagyj beszéljek arról, hogy mi volt régen a szakboltokban, mondjuk azt Oszi majd bólogat, és hogy ez a piac hogyan alakult át. Tehát rossz esetben ma az történik, hogy valaki importál egy készüléket vagy egy likvidet. Nyilván ő, mint importőr, rá szeretné tenni a maga hasznát. Ez abszolút teljesen természetes dolog. Rátesz mondjuk 20%-ot, tehát most tartunk 20%-nál. Utána ő ezt kiadja azoknak a nagykereknek, akik terítik a trafikokat. Nyilván az is szeretne rajta valamit keresni,
Tehát ő is rátesz mondjuk 20%-ot. Most járunk 40%-nál. A trafik, aki majd a végén eladja, ő meg rátesz 30-35%-ot, és akkor most tartunk 75%-nál, igaz? És még számoljuk hozzá a likvidhez az 550 forint plusz áfa jövedéki adót. Szerintetek lesz ilyen 1700-1800 forint alatt likvidebb az országba? Csak mentes, valószínű. Vaterán, így van. Így van. És ez fogja azt okozni, ezt már többször pedzegettük a adásba, hogy legyen valami fogalmatok egy-két olyan márkáról, ami nagy tételben gyárt egész Európára, az mondjuk ilyen 300 forintért a küszöbödre tudja tenni a likvidet. A 300 forintos likvidjéből 990 forintos likvid lesz a trafikba. Régen ez ugye úgy történt, hogy volt egy hazai szakbolt, maximum egy nagykereskedő volt a gyártó és a szakbolt között. Így van. Ezért aztán sokkal olcsóbb tudott lenni minden, nem beszélve arról, hogy nem volt jövedéki adó, kaptál egy szakszerű kiszolgálást, és abszolút garanciát vállaltak rá. Ma tudom azt, hogy a trafikokban azok az emberek, akik neked elektromos cigarettát adnak el, vagy értenek hozzá, vagy nem. Vagy tudnak neked garanciális ügyintézést végezni, és eldönteni, hogy az garanciális probléma, user error, vagy mi, vagy nem. És inkább az utóbbiról van szó. Én magam tavaly oktattam trafikosokat. Rettentő nagy probléma van, mert ugye a trafikokban milyen emberek dolgoznak a pult mögött, olyanok, akik a 8 órát lehúzzák, hazamennek, és abszolút nem érdekli őket ez az egész sztori. Tehát a dohányárúval nincs ennek tisztába, nemhogy az elektromos cigarettával, amihez még azért ugye plusz tudást kéne felszedni. Tehát azt tudják, piros Marlboro balra fölöttem, nesze. Na most így nem lehet egy cigarettát árulni, ezt mindenki tudja. Nagyon nem szépen... Igaz, nem igaz. Akkor mondd el. Mindenki tudja, kivéve dr. Benede Attila volt egészségügyért felelős helyettes államtitkár, aki ugye a Népjóléti Bizottság 2015. november 27-i, ha jól emlékszem, vagy valami hasonló ülésén felszólalt és elmondta, hogy senki ne gondolja, hogy bármiféle megkülönböztetett szakértelmet igényel az elektromos cigaretták értékesítése. Erről lesz majd egy külön sztorim egyébként, mert friss élményeim is vannak. Ja, mondom, akkor mellékvágány lesz, nem pont a 475 ezer meg a szabályozás kapcsán. Én ugye most már harmadik hete dolgozom az új munkahelyemen, ahol egy új csapat alakult ki. Jelenleg 4 fős a csapatunk, még nem állt össze. Gyakorlatilag, elméletileg 4, gyakorlatilag 2 fős a csapat, mert még más tímekben vannak azok, akik jönnek majd hozzánk. 3 héttel ezelőtt a 4 fős csapatunkban egy darab elektromos cigaretta használó volt, talán nem árulok el meglepetést, hogyha azt mondom, hogy ez én voltam. 3 héttel később hányan vagyunk szerinted 4-ből? Nem, 3-an. 3 héttel később már 3 elektromos cigaretta használó van a 4 fős csapatunkban. Ezek így lerédeltek engem, hogy segítsek nekik elektromos cigarettát szerezni, és mi ott vagyunk a Nagymező utcában helyileg, ugye a Hajós utcához igencsak közel, azért az univerzum is azt akarja, hogy így minden együtt álljon. Volt a Krisztiánnak egy hatalmas bemondása, amikor a trafikokba került az elektronikus cigaretta. Emlékszel rá? Nem. De már kíváncsi vagyok, hogy mit mondtam. Ezek még nem tudják, hogy tudod folytatni? Nem tudom folytatni, de a hangulata megvan. Ezek még nem tudják, hogy mit kaptak a nyakukba. Hogy mennyi elektromos cigaretta agitátort küldtek a dohányzó helyekre.
Jogos, igen. Ja, arra gondolsz? Igen, megvan, megvan. És működik a dolog. Az első átálló az a úgynevezett product ownerünk volt, aki ilyen napi egy doboz alatt, tehát két naponta egy dobozzal csak úgy a koca kedvéért. De pont összefutottunk lenne az udvaron. Én úgy voltam egyébként, hogy oda megyek, új helyen vagyok, új emberek, nem fogok nyomulni, és senkinek nem fogok az agyára menni. És akkor lementem, és tüntetőleg elektromos cigarettáztam a dohányosok körébe. Hamar kiderült egyébként, hogy nem vagyok egyedül, mert volt egy francia kollégám, aki szintén elcigizett, vele úgy beszélgettem. És vele is baromi jó volt, hogy mondta a srác, hogy figyelj, nem tudsz egy elcigi boltot, mert az a helyzet, hogy ő néhány hónappal ezelőtt jött Magyarországra, és hozta a kis készletét, de már az utolsó porlasztóját szívja, de már annak is borzalmas íze van, és egész egyszerűen nem tudja, hogy ezzel a helyzettel hogyan kell Magyarországon megbirkózni. És neki is azt mondtam, hogy a legjobb helyen vagy, itt kimész balra. És gyakorlatilag a nem elektromos cigarettabolt, de gyakorlatilag a korábbi elektromos cigarettaboltok színvonalát megtartó, javítsatok ki a tévedek, én kettő darab helyről tudok. Abból az egyik ott van egy kőhajításnyira tőlünk, úgyhogy útba igazítottam az úriembert, és aztán azóta új tankot vett magának, és nagyon boldog, és ilyenek. Úgyhogy őt leszámítva, én ott csak ott lenne elcigizgettem, és akkor jött a kollégám, hogy te ez működik? Hát mondom, figyelj, én hat éve csinálom, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy működik, mert neki az a egyetlen egy félelme van ezzel az egész dologgal kapcsolatban, hogy nem ismerjük a hosszú távú hatásait. Van egy másfél napot, hogy beszélgessünk erről a témáról. De aztán megpróbáltam sűríteni neki, kapott néhány blogposztot, olvassa el, és akkor jött másnap, hogy eljössz velem egy cigit venni? Persze, menjünk. Ide szeretnék becsatlakozni egy sztorival. Lehet, hogy így elsőre nem fogjátok megérteni, hogy miért a dohányról fogok most egy kis előadást tartani. Ha te kis előadást tartasz róla, akkor én nem... Nincs szívem magadra hagyni, de muszáj vagyok elmenni a kisfiúk készségébe, igen. Menjél. Kollégáim... I'll be back. Kollégáim a napokban voltak Luxemburgban, ahol az európai dohánygyártás egyik legrégibb cége működik, ez a Landevik nevű cég. Ha valaki, ugye itt azért mindannyian dohányosok voltunk, ezt a múltunkat azért ne tagadjuk le, sőt én mindenkinek az órára szoktam koppintani, hogyha elkezdi a dohányosokat úgy szapulni, mintha ő soha életében nem dohányzott volna. Tehát legalább nekünk legyen már ekkora empátiánk a dohányosokkal szembe. És ott derült ki, hogy Európa nyugati felében a hosszú cigarettát nem szívja senki. Tehát azt, amit mi mondjuk annyira, nem is tudom, szerettünk, amikor dohányoztunk, hogy százas Marlboro, meg nem tudom én, ilyen hosszú cigik, azt Európa nyugati felén nem szereti senki. És amikor a kérdés elhangzott, hát indokolják már meg, hogy miért nem akarnak Magyarországra hosszú cigarettát küldeni, akkor az volt a válasz, és ez számomra nagyon érdekes volt, hogy a hosszú cigarettákban hosszú szűrő van, és a hosszú szűrők 99%-a mind szenes. Tehát acetátfilter szénnel. Ez a kettő együtt pedig a cigarettának az ízét veszi el. Úgyhogy ma Magyarországon, aki szenes filterre szívja a cigarettát, az már rég nem az ízéért szívja. Ezért Európa nyugati felén egy nagyon egyszerű szűrőt tesznek a cigarettára, nem adalékolják a dohányt, hogy a dohány igazi ízét érezze mindenki, és a Landevik, miután mondom, Európa legrégibb dohány előállító cégéről van szó, ezt a fajta dohányzást
részesíti előnybe, és az összes dohány terméke ilyen. És hogyha végig gondoljátok ezt az egész sztorit, akkor rájöttök, hogy az e-cigarettások ugyanezt teszik. Szia, Kócos! Szevasz, te túlélő! Krisztián azért ment oda hozzád, hogy megbeszéljétek az utolsó Spartan rész élményeiteket közösen, ami viszonylag rövid lesz. Hoztad a szaliszt, mert hoztunk fúrót. Saliszt nálad van? Már mutogat, hogy óvatosan. Oké. Tehát ha belegondoltok, mi e-cigarettások is ilyenek vagyunk, hogy az e-cigarettában az ízt, azt a fajta finomságot keressük, ami egyébként, hát nem szarra gurigázó, azt látjuk, igen. Persze, ami egyébként... tőlem vette. Oké. Okay. Te is megvetted a levetett holmiát? Én is. Oké, okay. Egyformák vagyunk. Van, aki itt nem vett tőlem semmit? Azt tegye föl a kezét, aki még nem vett a Charlie-tól semmit. Aha, jó, megtörjük az ellenállást. Na, Charlie, most te jössz, mert én megyek egy kaját rendelni. Most ezt nem mondod, hogy egyedül fogok. Hát valaki de. Jöjjön már ide mellém. Várjál. Az Oszit hívjuk ide, mint forgalmazó. Eszik. Hát hagyd abba. Vagy nem tudom, vagy jó étvágyat. Elfogyott a Cashudio, nem veszik a tombolát. Jaj, tényleg megjött Andor, úgyhogy támadjátok le, hogy... Andor! Andor! Nincs ott a dobozban. Hát az csúnya. Az kis zacskóba, kis zacskóba. Ha esetleg valaki nézi otthon a live-ot, akkor segítsen, hogy hova tüntették el a fiúk az limitált 150. podcast Dwarf kazánt. Nem találják meg, de szerintem lenyúlták a picsába. Hát az gyönyörű. Meg kéne kérni Oszit, hogy csináltasson még egyet. Nincs meg a 150-es dwarf. Ez a kettő eltökítette. Tessék? Nem hallom. Nincs közöd a dwarfhoz? Hát de valakit csak föl tudsz hívni, hogy csináltasson gyorsan egy ilyet. Na mindegy. Kúzi meg a tront. Ez nem az, de lehet, hogy ez az. Nem. Úgyni. Mindjárt oda megyek hozzátok segíteni, túrni. Lehet, hogy az asztalomon maradt otthon. Jó. Ez csodálatos. Mindegy, itt van helyette a vándor kecske. Igen. Podcast kecske. Gazdag Ferivel szemez. Saját kecske maradj már. Az klón kecske. De gagyi Egon, ki kéne menni megnézni, hogy kint milyen tömeg van. Az tök jó, fényképem nincs róla, azok van fényképem róla, de az milyen gagyi. Jaj, Istenem, csak a baj van veletek. Persze, én nyúltam le az izét, dvarvot. Őrület. Nincs elég bajom, még itt szívják a véremet. Valaki legyen szív... Szóljál már a Mujónak, légy szíves, hogy jöjjön be. Figyelj, Mujó! Képzeld, nem találják a fiúk a 150-es dwarvot. Azt te nézegetted? 150-es dwarvot. Mindjárt ide suttog nekem, hogy én voltam. Nem, én még nem találkoztam vele. Tehát ez tök jó. Na, akkor beszélj, én meg hazamegyek érte. Otthon hagytad a dwarvot, Charlie? Nincs kizárva semmi, Dani, megyünk. Akkor fölbontok egy levelet addig is. Fölbontok egy levelet, mert az a megtiszteltetés ért minket, hogy frissen levelet kaptunk a törvényszékről, és még nem tudjuk, hogy mi van benne.
Fifika nevére szól, és az én címem van rajta, úgyhogy nem mondottam föl, de az előbb leszúrt Fifika, hogy miért nem nézted meg. Úgyhogy most megnézzük. Számomra is meglepetés. Ó! Hát sok újdonságot nem kaptunk, de ti halljátok először. Fővárosi törvényszék, végzés, villanypára egyesület Felperesnek, Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet Alperes ellen közérdekű adat kiadása iránt indított perében a bíróság megállapítja, hogy a számú ítélet 2017. március 18. napján jogerőre emelkedett. A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. Dr. Brunnerné dr. Kerekes Gyöngyi Julianna SK. Ez ugye az adatigénylési per volt, amiben úgy döntöttünk, hogy nem fellebbezünk, mert nem volt értelme. Nem is értettem, hogy miféle levelet kapunk a törvényszéktől, amikor minden nyilvánvaló volt, de ezek szerint az adminisztráció, illetve a bürokrácia működik, úgyhogy még külön szóltak is nekünk, hogy most már hivatalosan is vége annak. Egyébként jövő hét kedden lesz a másik pernek a következő tárgyalása. Talán végre eljutunk odáig, hogy döntés is szülessen. Charlie itt közben mászkál föl alá, Fifika eltűnt, itt vagyok a gáton. A végeken itt vagyok egyedül hagyva. Azért mászkálok, mert most hazaszaladunk a dvarvér. Hogy az... tudtátok otthon hagyni? Hát vagy az asztalon maradt, vagy ez a két tróger elatt a kéz alatt. Nem tudom még. Még eldöntöm hazáig. Nem kanyarodtatok az ecseri felé? Hát ott viszonylag kevesen tudnak ezt értékelni. Botrány, botrány. De ezek a kis fiaskók teszik emlékezetessé az eseményt. És valahol ott tartottunk a retrospektívben, hogy már majdnem premier volt, de egyedül ezt nem fogom folytatni. Charlie, segíts! Mi legyen a folyamatos műsorszámmal? 10 perc múlva Krisztián az asztalon félmeztelenül táncol. Nem. Vagy nem. Akkor utána ránézzel, hogy mennyi ideje megy a felvétel? Nem tudom, hogy mennyi ideje nézek rá. 1 óra 34 perc. Tartsunk egy kis szünetet? Hát vagy az, vagy... Ja, tartsunk egy kis szünetet. Jó. De akkor félbehagyjuk a retrospektívet, meg a mindent. Folytatni tudjuk ugyanígy, ugyaninnen, bármikor. Jó, rendben, csak akkor a kis live oldal csinálj valamit. Azt is le fogjuk állítani. Jó, ha nem bánjátok, akkor nem pofázunk most egy darabig többet, hanem egy kicsit talán beszélgetni is van lehetőség, ilyen nyugodtabb körülmények között. Sőt, az se biztos, hogy visszajövünk, hiszen már megvolt hiszen az egy adáshoz. Hiszen el is rabolhatnak minket félúton. Ja. Úgyhogy mindenkinek csókoltatás, aki nézett minket. Ha jövünk, akkor jövünk, ha nem, akkor ennyi volt mára. Sziasztok! Jöjjünk azért még, Charlie, jöjjünk. Jó, akkor jövünk. Annyi még. Téma van még belénk szorulva. Beléd biztos. Fifikába is, én hallottam. Oké, rendben. Na, én léptem. Sziasztok! Kapd egy gyíkok! Na, kicsit hosszabb vagy rövidebb szünet után, de újra itt vagyunk. Most már a sötétről mindenki bejött, ajtó bezárva. Kulturálódunk. Jaj, ne, nem vagyunk milyen fotogének, hogy... Majd a mikrofon ne felejtsd bekapcsolni a gombbal, Krisztián. Megtörtént. Ó, de pró vagy. Valamit szerettél volna mondani. Én? Igen. Mit? Ja, igen, igen, igen. Egy kicsit elkanászottunk, és mindenkit arra szeretnék kérni, hogy tényleg ne ecigizzünk benn. Ne csináljunk hátsó felet a szánkból, az arcunkból. Ha valakinek muszáj, szaladjon ki bent, tényleg kérlek ne. Mindig arról dicsekszünk egyébként, hogy akár vásárolni is elmehetünk, 2-3 órát kibírunk ecigizés nélkül, most pedig mindenki pöffent suttyomban.
Nagyon nehéz egyébként, én is nehezen állom meg. Nem erre a részre gondoltam. Ott forgatja hátul a szemét. Direkt nem néz ide. Izgul, oszi pont izgul. Pont azt beszéltük az előbb itt hármasban, hogy a 150 közül ez az első olyan podcast adás, ahol nem tudunk elcigizni, mert vagy otthon csináljuk, ahol szabad, vagy pedig nem volt még 2016. május 20. Úgyhogy ez nekünk is újdonság, és én is reflexből így nyúlok, mert az idegződött belém, hogyha elcigi, akkor nem látunk a gő, vagy elcigi a podcast, akkor nem látunk a gőztől. Legyünk erősek! Ennyi. Limonádét kell inni, vagy sportfröccsöt. Azzal ki lehet bírni az egészet. Egyébként, amíg Fifika valami teljesen oda nem illő módon az előbb... Saját videóit nézi a YouTube-on. Ja, igen, hogy generálja magának a forgalmat. Hazamegy, nézd anyjuk, megint megnézte valaki a videómat. Azt tudod, hogy ezt senki nem hallja, mert messze vannak, meg te se a mikrofonba beszélsz. Jó. Fifika, tényleg elhisszük neked, hogy egy hatalmas géniusz vagy. Géniusz. A Kárpátok géniusz. A Kárpátok géniusz. Azt nézem egyébként, hogy hol vagy MP? Itt van MP. MP az a srác, aki volt nálunk egyébként már egy crossover adásban, és egész fura módon ő is azért crossover, mert hogy ő is csinál egy podcastet, a Hiányzó darabot, akinél pedig pár hete én vendégeskedtem, és zanzásított másfél órában beszélgettünk az elektromos cigaretta hazai és nemzetközi helyzetéről. Végül is csak egy szót basztam el benne, az sikerült utólag kivágni. És most ott tartunk, hogy most nem tudom, hogy te most dohányt tekersz, vagy csak egy cigaretta, elektronikus cigaretta porlasztót? Jó, szóval az a téma, hogy lehet, hogy MP is följön majd egy picit beszélgetni velünk, úgyis négy mikrofon van, aztán... Ja, nem fog, annyi időnk nincs. Jó, látom, szemüvegbe vagy. Viszont téged akkor elszólítanálak, Béla, mert szót kértél valamiért. Béla mikrofon. Egy-egy. Aha. Na, sziasztok, Rácz Béla vagyok, elég sokan ismertek, vagy aki nem ismer, az majd megismer. Üdvözlök mindenkit én is, és én csak egy... Ne, gyerekek, most ezt nagyon komoly témát szeretnék pedzegetni. I love you, baby. Hogy ennek a három embernek itt, Fifikának, Mujónak és Charlie-nak nagyon-nagyon sokat köszönhetünk az elmúlt években. Ugye eleve van az egyesület, aminek Fifik az elnöke, és Krisztián az alelnöke, most már úgy az alelnöke. Ezt leveszem, mert közben marhára zavar. És Charlie-nak is nagyon-nagyon sokat köszönhetünk, akár elcigiteztek, akár podcast. Tehát igazából az elmúlt 2-3 év megmozdulásai az ehhez az három emberhez kötődik. És ezt én szerintem valahogy méltányolnunk kéne, hogy ez a három ember időt, anyagiakat, családtól távolített mindent nem kimélve kiálltak értünk, és megcsinálták azokat a dolgokat, amit nekünk is meg kellett volna csinálni. Páran felálltunk mögéjük, próbáltuk őket kísérni, és próbáltuk őket segíteni, kisebb-nagyobb sikerrel. Nem akarok visszatérni a Kossuth téri demonstráció. Tehát igazából nem tudtuk soha elérni azt a létszámot, amit szerettünk volna. Ez akár legyen egy találkozó, akár mi, de a legfontosabb dolgoknál mindig kevesebben voltunk, mint kellett volna. Itt az lenne nagyon-nagyon szerintem a fontos dolog, hogy itt, akik itt vagyunk, és akiket ismerünk, próbáljuk meg ösztönözni arra, hogy kiálljanak az ügyünkért, kiálljanak az e-cigarettáért, és hogy segítsük ezt a három embert. És köszönjük meg most én általam, és ti is megköszönhetitek, és akik ülnek a képernyő előtt. Mindenki köszönetet mondhat ennek a három embernek. Nagyon szépen köszönjük, uraim! Remek munkát végeztetek! Ennyit szerettem volna. Köszönöm!
Köszönjük szépen a kedves szavakat, meg a tapsot. Kicsit úgy éreztem magam, mint akit lehívtak az igazgatóiba, így ilyen közszemlére kitéve. Függetlenül attól, hogy nem negatív, hanem nagyon pozitív volt a dolog. Köszi, Béla. Jó, jó, jó a mikrofon. Én meg. Igen, nagyon. Én konkrétan besírtam. Azt viszont kevesen tudjátok, hogy jó pár ember van itt közöttünk, akik a napi harcokban vesznek részt. Tehát ugye mindent el lehet osztani valamilyen szinten. Ha most az ecigis közösségeket úgy bontjuk föl, hogy vannak azok, akik, már most ezért is meglettünk szólva, a celeb vaperek, ezt a Charlie tudja legjobban. Te hát figyelj, ja, kulákmód, celeb vaper, nem tudom, mondjam ezt még. Mindig elmondom, bazd meg, hogy azt hiszik, hogy azért, mert ki van az asztalra rakva az autójának az ára, vagy a faszom tudja, hogy ez... hogy az úgy jön, meg a legyek hordják össze. Igen. De nem. Igen. Tehát... Tomika. Vannak olyan emberek, akkor inkább úgy mondom, akik mondjuk a közösséget húzzák valamilyen irányba. De ott vannak a napszámosok is, és szerintem ők azok, akik még nálunk is többet érnek, amikor működtetik, föntartják a saját kis közösségeiket. Legyen az egy kerekasztal, legyen az egy Facebook csoport, legyen az egy fórum csoport. Ugye mi még emlékszünk arra, amikor a fórumon elkezdődtek a különböző szakmai specifikációk. Az Inkvinek az akkori kulák csoportja, az mi volt? Maniac Vapors. A Maniac Vapors csoport. Tehát itt az ecigi történelmében azért vannak olyan dolgok, akik most kezdtek, azok nyilván ezekről sejtelmük sincs. Egyszer össze kéne egyébként szedni legalább nagyjából azt, ami idáig lepergett a magyar ecigi szkennébe. Egyszer könyvet fogunk kiadni. Te úgyis folyton valami könyvet kiadsz, legyen az papírhajtogatás vagy. Nem lőttetek messze történelme. Egyébként, mert pont a héten voltam ott a Kekinél, ugye, aki csinálta a Billion Lives-os grafikákat, és kaptam valami tisztelet példányt egy könyvből, és meg is említettem neki, hogy ha már ezt tördelted, akkor olyan régóta gondolkozom egy ecigis könyvön, mit szólnál hozzá? Te is. Hát, bazd meg, nem úgy, hogy én írom csak meg. Én is. Ami, tudod, sokkal jobb, mint a burgonya, az érted, legalább már akkor finom, mikor belerakod. Szóval... az milyen fasza lenne kiadni egy könyvet ISBN-nel, minden szír szarral? Igen, tehát... Na, de nyilván nem ide akartam... A Helix-től napjainkig. Elsősorban ne. Jó, bazd meg! Helix. Jó, no, hagyjad már! Az a közepe! Ne vicceljél már! Tehát, KR808-tól napjainkig. Így van. Tehát oda akartam kiukadni, hogy mi szeretnénk köszönetet mondani azoknak az embereknek, akik minden nap leteszik az asztalra a maguk környezetében, a maguk csoportjaiban azt a munkát, ami egyébként idegőrlő és az embert rettentő módon meg tudja próbálni. És mennyi konfrontációt kapnak ezért? És rengeteg konfrontáció születik ebből. Én annak idején csináltam egy ilyen... Skifi klubot? Nem. De azt is csináltam. Azt is csináltam. Papírhajtogatós klub. Nem erő. Igen, és tankot is vezettem. De ezt még nem is tudod. Meg júnyájad. Hanem csináltam egy ilyen videós bejelentkezést, ahova, ha emlékeztek rá, a Google-nek volt egy ilyen lehetősége, hogy mit tudom én, 10 összejöhettünk. A hangout, így van. 10 összejöhettünk, és akkor minden héten csináltunk egy ilyen segélyvonalat. A Béla, a Bélák, a tanúi rá,
hogy ezt bizony minden héten kétszer megcsinálni, hogy este, ahelyett, hogy a családdal foglalkoznál, 6 órakor odaülsz, elindítasz egy hangoutot, megosztod a linkeket mindenhol, kezdőcsoportokba, itt, ott, amott, és várod azokat az embereket, akik majd tőled kérdeznek, vagy jönnek ugye a nagy öregek, és majd mi segítünk a kezdőkön, és ezt fél éven keresztül csináltuk. És álljunk meg egy kapavágásra, mert kitermeltünk azért ott számos celebet, és ha az nincs, akkor most még Matyi is még mindig seggízű tekerne. Úgyhogy hatalmas risz. Neked is csók, Mátyás. És onnan eljutottunk odáig, hogy utána Matyi is beszállt a szindikátusba, és együtt írtunk meg rengeteg-rengeteg cikksorozatot. Hagy ne mondjam egyébként. Mátyás, légy szíves, állj már föl, mert... Állj már föl, mert rólad van szó. Hát hagyd ne mondjam, hogy odáig jutott, vagy fejlődött ez a történet, vagy sodorta az élet árja Mátyást, hogy a Tobacco magazinban nem egy és nem két cikket írt, szakmai cikket az e-cigarettáról. Illetve ugye Éronnal az interjút is. Többek között. Tehát... Igen, ahova rólam került egy gyönyörű kép, azóta is ezt nyögöm, jó van. Ja, aki nem tudna, hogy miről van szó, mert az egy Tobacco magazin, gondolom, itt nem sokan olvasnak, az egy olyan zárt újság, amit a trafikosok szakmai lapként kapnak meg. Tehát minden trafikba eljut. Úgyhogy nagyon-nagyon szerteágazó ez a történet, és tényleg mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy köszönjük a dolgos hétköznapokat, a térítéseket, az, hogy egyre többen vagyunk, és egyre több ember áll ki mellettünk. Én azt gondolom, hogyha ma a Kossuth téri demonstrációt kellene tartanunk, akkor lehet, hogy már egy 50%-kal többen lennénk, mint hát amikor... Az mondjuk nem nehéz. De a... 200-ra, 300-at rakni, igen. Igen. Charlie-t mindig azzal szoktam vigasztalni, hogy közel egy időben, tehát abban az évben nyáron, Bukarest parlament előtt a román vaperek is szerveztek egy ilyen tüntetést, és ugye Románia az majdnem 20 millió lakos. Tudod, hányan voltak ott? 30-an. Hát 63-an. Tehát ahhoz képest azért, amit összetudtunk ott gerebjézni, és ahányan megjelentetek aznap, ugye, mert az, hogy este voltunk, mit tudom én, 200-250-en, az egy dolog, de hogy egész nap jöttek tényleg az emberek, és hozták nekünk a teát, és mondták, hogy tartsunk, és hozták a hamutájukat, vagy elküldték postán. Milyen szép hamutál kiállítás volt. És mit szenvedtünk utána, hogy hova dobjuk? És mit szenvedtünk, hogy hova dobjuk? Szóval mindenkinek köszönöm azt, amit tesz, illetve mindenkit arra biztatok, hogy a saját környezetében, a saját baráti körében tegye ezt népszerűvé, értesse meg mindenkivel, hogy mi a célunk, és hogy mi gyakorlatilag egy jobb, szebb, egészségesebb jövőt szeretnénk. Igen, nem tudtam másra gondolni itt menet közben, hogy mennyire éles a kontraszt azt illetően, ami a fejekben van. Folyamatosan zakatol az a sok szarság, amit a nyakunkba kapunk a magyar dohányzás, hogy hívják ezt, Tobacco Control magyarul, sosem jut eszembe rendesen. A magyar dohányzás szabályozás és az egészségpolitika hivatalos berkeiből, ami... Ha az ember elkezdi elolvasni azt, amit még mindig hetek óta csúszom bele a korány is adatigénylésnek a feldolgozásával, amiben igen érdekes gyöngyszemek vannak, vagy a NEFI-nek például a perek kapcsán beadott alperesi nyilatkozataiban, hogy valami annyira elképesztő fals és valótlan dolog van az ő fejükben, hogy az hihetetlen. Tehát ők ott meg vannak róla győződve, hogy mondjuk mi itt hárman, mi vagyunk a dohányipar fizetett ügynökei, és mi valami iszonyat körmönfont, ördögi figurák vagyunk, akik itt valahogyan a dohányzás próbáljuk népszerűsíteni. És így, hogy 3 éve együtt dolgozunk, azért balra nézek, jobbra nézek, és igazán teljesen hétköznapi halandókat látok, akik az elektromos cigarettával hagyták abba a dohányzást, és nagyjából itt a történet vége.
illetve még annyival lehetne tovább folytatni, hogy abbahagyták a dohányzást, és szeretnék, hogy itt ne érjen véget a történet. Hát három halandó, aki egyébként kurva jól néz ki. Három félelmetesen jóképű halandó. Szóval és nekem abból, ez jutott eszembe erről. És abból, Charlie angyalai, ennyi. És ha itt a retrospektívnél tartunk, akkor abból a háromból kettő már kitűzte az elektromos cigarettát, és nem csak a zászlaját a parlament szakértői szék sorában, ugye, mert ilyenre se volt még precedens, azért az utolsó évben ez is megtörténhetett. Kurva nagy flash volt. Ez a fiatalember itt, meg én, benn ülünk a parlamentbe a szakértői páholyba, és így nézünk így egymásra, hogy what the fuck happened? És itt vajon, lehet live-ozni, István? Persze, toljátok csak! Igen, támasszuk ki Pikóval, zseniális volt. Az a tanulság egyébként ebből az egészből, hogy tényleg az ellenoldal elképzelni sem tudja, hogy eddig ők szervezetlen emberekkel volt nekik dolguk, dohányosok, vagy abba adják, vagy nem adják abba. Soha nem volt egyetlen egy olyan szituáció sem az elektromos cigaretta megjelenéséig, amikor valakik szívvel, lélekkel kiálltak volna egy ügy mellett. Tehát eddig úgy lézett ki ez a dolog, hogy fekete és fehér volt, voltak azok, akik dohányoztak, meg voltak azok, akik nem. Akik nem, azok általában hazamentek és többet nem dohányoztak, de akik ezen a területen tevékenykedtek, azok sajnos a mostani ellenlábasaink voltak, tehát ők voltak azok, akik igazából a babérokat learatták, hogy mi teszünk a dohányzás ellen, és az elmúlt néhány év átrajzolta ezt a képet, és vannak itt ilyen szuper jóképű fiatal emberek balra és jobbra, meg ti, meg mindenki, aki fölvállalja ezt az egész ügyet, és nem hajlandó csöndben hazamenni és eltűrni, hogy eltapossák az elektromos cigaretta lehetőségét, hogy nem tudnak ezzel az egész dologgal mit kezdeni, és tényleg hétköznapi halandók, mint Charlie és én bekeveredünk a parlamentbe, képviselőkkel tudunk beszélgetni, és kívülről tudom, hogy úgy tűnik nagyon-nagyon sokszor, hogy csigalassúsággal történnek az események, és nincsenek eredmények, de belülről nézve szintén csigalassúsággal történnek az események, ezt elmondhatom, de történnek. Nagyon apránként, nagyon az a sok-sok pici, amit sokan hozzáteszünk, azok mind-mind összeadódnak, és előbb-utóbb beérik a gyümölcse. Itt vagyunk a dohányzás szabályozás, dohányzás visszaszorítás őrségváltásának a kellős közepén, és érdekes dolgok történnek. Azt még azért hozzáfűzném, hogy mindenki, aki benneteket, vagy minket nem kell megvédeni, de köszönjük, ha megvédtek, vagy kiálltok azért, amit úgy gondoljátok, hogy helyesen teszünk, de hogyha bárki benneteket vagy bennünket azzal a váddal illet, hogy valamit nem jól csináltunk, akkor az unásig ismételt frázist el lehet durrantani hirtelen, hogy csak az nem hibázik, aki nem dolgozik, kettő pedig te mit tudsz felmutatni azon kívül, hogy elmondod, hogy én mit nem csináltam jól. Tehát nyugodtan be lehet állni, el lehet menni a bíróságra, alkotmányjogi panaszt lehet tenni, tüntetéseket, demonstrációkat lehet szervezni, filmeket levinni, ne felejtsük el a kutatást Debrecenben, koordinálni Rózsa Dáviddal és a professzorral, úgyhogy mindenki, aki sokkal-sokkal okos, biztos, sőt, 1000%, hogy vannak nálunk sokkal okosabbak itt a teremben is, meg azok között is, akik köpködnek ránk, de akkor ki kell venni a részüket, és mutassák meg, hogy így is lehet. És akkor mindenkinek csak jobb lesz. Körülbelül ennyi a véleményem. Ámen. Minél többen vagyunk, annál jobb. Tehát igen. És akkor, hogy visszatereljük a beszélgetés fonalát ugye a retrospektív jegyébe, ott tartottunk, hogy a Billion Lives ugye megrendezésre került, és aztán jöttek a szomorú tények, és most téged nézlek egyfolytában, mert ki kell fújni azt a levegőt, amit beszívtál. Nem biztos, de addig nem bírod, amíg én nézlek téged. Úgy, még. Ha?
Inkább megfullad. Ne, tényleg ne szívjátok bent. Szóval... Mi se szívjuk, legyetek erősek. Jöttek azok a hírek, hogy Új-Zélandban szar a helyzet. Szarabb, mint azt az ember várná. És aztán jöttek a pozitív visszajelzések, amit ugye mi is folyamatosan kapunk, hogy mit segített rajtunk ez a film, semmit, bazd meg, semmit. És aztán mégis kapjuk a híreket, hogy Új-Zélandban mi történik. Ereszt ki, vagy csinálj vele magam. Nem, belegondolkodtam a mondat közepébe, hogy ez egy régi hír, ugye, hogy amikor a világ premierje a Billion Lives-nak az Új-Zélandon volt, és kisvártatva másfél nappal később a helyi kormány, akiknek velünk ellentétben ott azért jelentek meg fajsúlyos politikusok a világ premieren, és 20-másfél nappal később az új-zélandi kormány bejelentette élő adásban a televízióban, hogy akkor revideálják, nekifutnak még egyszer, hogy hogyan is szabályozzák ezt az elektromos cigaretta kérdést, mert hogy nálunk még tényleg Új-Zélandhoz képest egy jobb helyzet volt. Szócska Miklós 2012-es kérészéletű álmok futását leszámítva alapvetően nagyon durva üldöztetésnek nem voltunk kitéve. Új-Zélandon viszont konkrétan illegális a nikotin tartalmú elektromos cigaretta forgalmazása, úgyhogy ott nagyon kellemetlen volt a szituáció. És lassan most már egy éve, hogy bejelentették, hogy a kormány felülvizsgálja, és múlt héten, most az elmúlt hetekben jött a hír, hogy sikerült nekik felülvizsgálni, és legalizálja Új-Zéland a nikotin tartalmú elektromos cigaretták forgalmazását, úgyhogy teljesen legális lesz Új-Zélandon a nikotin tartalmú elektromos cigaretták használata. Mit mondasz, Charlie? Ott mennek az akaratgyengék, nézd oda! Nézd oda, pincés, nem bírta 5 percig se. Van még egy helyként, maradnom kell. És hogy hova vezet ez? Tehát itt hagytad az infernót, Pinyó. Egyfelől, hogy és itt megint az, hogy csigalassúsággal történnek a dolgok. Nyilvánvalóan egy közigazgatási szempontból, hogy egy év alatt változás történik egy ország életében, az egy gyors fordulat. A húsvér elektromos cigaretta használó szempontjából, hogy egy év alatt történik valami, az egy beláthatatlan, végtelen folyamat, mert egyik napról a másikra kellene ezeket a dolgokat megoldani. Pörgetem, Charlie, de hogy mire akarok kiukadni, az, hogy a héten jött Ausztráliából. Ausztrália, amit továbbra is mostanában szavaztak, és úgy döntöttek az ottani okosok, hogy nem nyúlunk ehhez a kérdéshez, továbbra is illegális, törvény által büntetett a nikotintartalmú elektromos cigaretta forgalmazása. Ausztráliából jött az ausztrál parlamentből egy elképesztően durva, szenvedélyes felszólalás az egyik képviselőtől, aki akkurátusan, szépen, pontosan idézte a tudományos tényeket, és rámutatott arra, hogy itt van, nézzétek meg, mi történt Új-Zélandban, nézzétek meg, mi történt Új-Zélandon, és hogy ehhez képest mi, akik itt vagyunk egymás mellett, és általában azért egy követ szoktunk fújni, vagy legalábbis intellektuálisan egy szinten vagyunk az új-zélandi képviselőkkel. Mit képviselünk mi a helyet? Itt van Új-Zéland, elhúzott a picsába, már elnézést, és hajlandó meglépni azt, hogy itt egy kurva jó eszköz, ami millióknak tud segíteni abban, hogy legyen egy alternatívájuk, amivel abba hagyhatják a dohányzást. Ők meglépték, mi hol maradtunk? Szingapúrral, egy bugyorban. Szingapúrral vagyunk egy bugyorban, egy elképesztő szenvedélyes, nagyon jó beszéd hangzott el Ausztráliából, úgyhogy így tényleg csigalassúsággal, de gyűrűzik tovább ez az egész történet, és ebben nem kevés köszönhető a Billion Lives-nak is például, hogy Új-Zélandról ez elkezd tovább gyűrűzni. Az angolok meglépték, Új-Zéland meglépte, Ausztráliában hallani a hangokat, tehát így igazándiból a volt brit nemzetközösség területén elkezdenek menni ezek a dolgok, akkor előbb-utóbb a helyükre kerülnek, a mi szempontunkból csak a lassúsággal, de a helyükre kerülnek. Gyönyörű folyamatok zajlanak, megállíthatatlan folyamatok zajlanak. És akkor, hogy ugrok egyet, mert ez a büntetésem, hogy most ezt átugorjuk, amit hetek óta... Miért? Mert hetek óta beszélgettünk arról a podcastben, hogy lesz valami nagy változás.
amit senki nem tud, hogy micsoda, de valaki meg is hallgatta esetleg az adást, amiben erről beszéltünk? Ezért jöttetek? Hát, jó rábasztatok. Na mindegy, nem, de készítsétek magatokat, hogy erről is lesz mindjárt szó. Előtte gecék vagyunk. Előtte beszélgessünk majdnem azt mondtam, hogy a Billion Lives-ról és a premierekről, de nem, beszéljünk a jövőről. Beszéljünk a jövőről. Én azt csak úgy nagy vonalakban írtam föl oda. Látom, annyit írtál föl, future. Ennyi volt a nagy vonal. Én arra gondoltam, hogy ezt majd te kifejted, hogy ne én beszéljek ennyit, mert aztán csak így ilyeneket keringetsz itt a fejem előtt. Úgy gondoljátok, tehát hogy fölírt egy sort, hogy jövő, és aztán én fejtsem ki, mire gondolt. Én inkább azt mondanám, hogy mi mire gondolunk, amikor a podcastről meg a hazai helyzetről beszélünk. És én úgy veszem észre, vagy úgy gondolom, hogy kezdenek beérni az első perek. Lassan az első igazi bírósági per talán abban a fázisában lesz, hogy valamit kimondanak. Az alkotmányjogi panaszokra szintúgy, és most vagyunk azon a ponton, amikor jön felénk a hullám, mi a szörfdeszkán ülünk, várjuk a hullámot, és már nem is, hogy ülünk, hanem fölálltunk, és már tartunk a hullám csúcsa felé, úgyhogy hamarosan szerintem elindulunk a part felé, és én sok mindent várok ettől, legalább azt, hogy még egyszer meg tudom nézni a csillogó fejű celebünknek a jelenlétét a bíróságon, mert azt ugye múltkor csak egyszer tudtam megtenni, és azóta sem. El kell jönni a tárgyalásokra, Csári. Állandóan ott van. Kora reggel ott van ahelyett, hogy... Hogy dolgozna. Hogy dolgozna, igen. Azóta rémként találom magam mindig szembe ezzel, hogy kimegyek itt is a dohányzó helyre, és mindig ott van a leteszemacigit.hu. Mindig szembe kell jönnöm ezzel, hogy ha nem tud leszokni, akkor majd mi segítünk. És amit ugye múltkor mondtam, hogy hát én fölhívtam őket, de nem segítettek. Szóval mindegy. Én azt... Ne figurázzuk ki őket, nem tehetnek róla, hogy dinoszauruszok igazából. A dinoszauruszok se akartak kihalni. Meteort nekik. Láttam ma Gusztávot a tévébe. Megint, ja nem, bocsánat, tegnap volt a Baló műsorában, és mondta neki a Baló, hogy nagyon nehéz volt összehozni, fél éve próbáltuk győzködni önöket, hogy eljöjjenek. De hát itt vagyok. Jó, de akkor azt jelenti, hogy ha fél évente, akkor egy év, és akkor azt mondja, hogy nehéz a párbeszédet megejteni, hogyha egy évben kétszer jönnének. De most itt vagyok. Igen, de fél évig imádkoztunk. Jó, lépjünk ezen túl, és aztán megint mondta a saját hülyeségét, úgyhogy én előre röhögök Gusztávon egyébként, hogy attól függetlenül, hogy sehol nem lesz ott, vagy nem képviselheti magát, bele fog bukni a saját, sőt, úgy mondom, hogy bele fog fulladni a saját szarjába. Hát figyelj, ő ment házhoz a pofonért, személyes meghallgatást kért az Alkotmánybíróságtól, úgyhogy ott valami lesz. Fuck this. Azt mondtad? Ennyit, igen. Oké. Okay. Na, akkor én most beszélek a jövőről, mert ezek itt teljesen hülyeségeket beszélnek. Ja, mindenki megy kifele. Hallod? Kimennek villanybagózni, azt utána nem tudják, hogy mi volt az adásban, mert majd jönnek, hogy majd visszahallgatjuk. Nézzük a live-ot. Ne egyétek a sávszélességemet. Két nagy irány bontakozik ki. A 30 perce ülünk itt Krisztiának pisilnie kell. Nem hagyományos... Tanító bácsi, kimehetek? Az meg, kikéredsz ketté? Nem hiszem el, komolyan. Tehát két nagy irány látszik kibontakozni a nem hagyományos dohánytermékek piacán. Az egyik az az elektromos cigaretta, a másik az pedig az úgynevezett heat not burn, tehát nem égéssel fogyasztott dohánytermékek. Mind a két termék egyébként jellemzően nagy volumenben és nagy piaci részesedéssel az úgynevezett klasszikus dohánygyárak fogják fölfuttatni. Tehát bármennyire is sokat
harcolunk, teszünk, veszünk, mutatunk a többieknek. Az igazi nagy növekedési volument, azt majd akkor fogjuk látni, amikor a BIT, hogy kell mondani rendesen, ezt is mind... BIT. A BIT és a Philip Morris és mondjuk a China Tobacco, ugye ez a három legnagyobb dohánycég a világon, elkezd komolyan beállni az elektromos cigaretta forgalmazása mögé. Akkor lesz lobbyerő, akkor fognak a kormányok pozitívan dönteni erről az egész dologról. Nagyjából egyébként olyan 5-7 évet satszolok arra, hogy a hagyományos és az új dohánytermékek piaca megfordul. Az azt jelenti, hogy többet fognak már volumenben értékesíteni e-cigarettából és nem égő dohánytermékből, mint a hagyományos dohánytermékből, és nagy valószínűséggel a hagyományos dohánytermékek piaca vissza fog szorulni arra az éghető dohánytermék piacra, amit mondjuk a kézisodrású cigaretták, a pipadohányok, a szivarok és a vízipipa dohányok jelentenek. Tehát az igazi élvezeti piaca megmarad a dohánynak, de a nagy tömegű nikotinfogyasztást azt nagy valószínűséggel az elektromos cigaretta és a nem hagyományos égetéssel működő dohánytermékek fogják kiadni. Úgyhogy én abban bízom, hogy mindaz mellett, hogy harcolunk folyamatosan, hogy a piaci erők azok előbb-utóbb a mi oldalunkra fognak állni, és akkor egy ilyen robbanásszerű növekedés lesz a piacon. Azt nem azt fogja jelenteni egyébként, hogy ti itt most tök fölöslegesen tanultok meg felújítható kazánba tekerést tenni. Nagyon szép vagy, Béla, köszönjük szépen, most visszamehetsz a tolósámlitba. Igen. Tehát nem azt jelenti, hogy ezt tök fölösleges ezekkel az eszközökkel foglalkozni, hanem azt fogja jelenteni, hogy nagyságrendekkel több olyan embernek fogunk tudni majd, ezt nem ez. Oké. Okay. Medvecsapda. Oké. Okay. Tehát a nagyságrendekkel több embernek kell majd segítenünk, hogy visszataláljon a dolgok lényegéhez. Oké, okay. Következő. Én közbeszúrnám még azt egyébként, hogy az, hogy ma itt lehetünk, az egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz szülés volt, és első körben megköszönném Zimbauer Leventének, aki nagyon-nagyon próbált segíteni Charlie-nak, hogy helyszínt találjunk, és olyan szinten pestisesként kezelnek minket az utóbbi időben, hogy amikor kiderült, hogy elektromos cigarettásokkal kapcsolatos találkozóról van szó, akkor még régi ismerős vendéglátósok is azt mondták, hogy jó, marketing tevékenységet nem. De milyen? Nem. Úgyhogy egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz szülés volt, és köszi Leventének, hogy ennyit beletett, és próbált helyszínt találni. Szerintem egy tapsot megérdemel. Nem érdemli meg akkor, mindenki vonja vissza a tapsát. És az, hogy ma végül itt lehetünk, az pedig Nagy Daninak köszönhető, aki annyira furmányosan csinálta ezt az egészet, hogy itt igazándiból gyerekeknek 6-ig szülinapi partia lett volna. Danika, rólad beszélünk. Ördögi módon lefizette a lurkókat, hogy 4-kor ingyen fagyizhatnak a közeli cukrászdában, ha eltűnnek 4-ig. Boldog születésnapot, Noel. Még kim van a... Noel és barátainak, úgyhogy az ő ördögi rafináltságának köszönhető, hogy 4-től összejöhetünk ma itt, és végül kaptunk egy, azt hiszem, nem gyenge helyszínt. Hát nézz a hátad mögé. Szerintem kurvára nem gyenge, és higgyétek el, hogy nem én akartam ide jönni. Dani, köszönöm szépen, respect. Hajrá, Dani! Hajrá, Dani! Köszönjük. Jó, hogy pillanat alatt Béla meg tudja ölni a bulit. Nem az a baj, Béla. Béla, nem az... Béla, nem az a baj, hogy drága, hanem hogy lassú. Annyit szeretnék mondani azoknak a rossz életűeknek is, akik most jöttek be, ott a macska, az oszi, és a többi, hogy én nem...
Nem, az egyik, elbasztam. Kész. Az egyik, hogy majdnem elbasztam, mert a fiúk szóltak, hogy nincs itt a 150-es dvarv, azzal valamit kéne kezdeni, és akkor már ittam fröccsöt is, meg mást is, de Tomika hazavitt, úgyhogy jelentem, megvan a dvarv, és... Tessék? Mi az, hogy megvolt? Ne idegesítsél föl! Mi odaadtam a kezedbe. A másik pedig, hogy itt van az a két passz, ami még nekem van, de az enyém nem díszvendéges. Hogy itt van egy díszvendéges, meg egy VIP passz, amit ha Boris nem lett volna olyan paraszt, hogy beleröhög a nagyon fontos mondandóba, akkor tudnátok, hogy Aaron írta alá, és hamarosan, miután kiderül, hogy mi az a nagy változás, nem ki fogjuk sorsolni, hanem csak fölteszünk spontán kérdéseket, és aki a leghamarabb válaszol rá helyesen, az bizony meg fogja kapni ezeket. Aki meg nem figyel, mert nem tudja, hogy miről van szó, az nem fogja megkapni. Ennyi. Na, és akkor... Ha megadjuk egymásnak a kellő tiszteletet, akkor beszélhetünk kicsit a nagy változásokról, vagy nagy változásról. A nagy változás az arról szól, ha megengedett Fifika, nem akartuk nagy dobra verni, mert itt azért intim dolgokról is van szó. Fifika egy elég durva műtétsorozaton ment keresztül. Először hölgyé, majd juvá, majd ismét férfivá operálták. De jelentjük, a műtét sikerült. És mit láthatjuk, a modern orvostudomány... A medve majd egy későbbi upgrade lesz. De nem, ez csak egy hülye vicc volt. Na, elmeséled, Fifika, hogy te kezdem, hogy mi lesz ez a... Ez, ja. Azt tudjátok, hogy van három lányom. Köszönöm szépen. Oké. Oké. Az egyik lányom alvás problémákkal küzd, és hát sokat gondolkoztunk rajta, hogy hogyan tudnám magam kivonni a podcastből, de ezt úgy néz ki, hogy nem fogjuk tudni megoldani. És elküldtem egy alvásvizsgálatra, ahol nagyon komolyan több éjszakán keresztül figyelik az alvását. Mármint a nem alvását. És ugye ez azzal jár, hogy két éjszaka után kapott volna a következő éjszakán gyógyszert. De hát ugye ezt laborvizsgálatok előzik meg, és akkor fölhívott, hogy nagyapa leszek. Úgyhogy nem kapott gyógyszert. Úgyhogy nem kapott gyógyszert, az alvás problémái nyilván ezután már rendeződtek. És... Akkor az alvás problémákat egy férfi okozta. Igen. Igen, tehát van egy élettársa nyilván, tehát nem Szűz Mária a lányom, hanem Ficsor Boglárka. Ő a legkisebb egyébként, 22 éves. És hát ugye jöttünk, mentünk, vizsgálatok, stb. Marha jó, megvan a baba, első, tudjátok, ilyen ultrahangkép, és ugye én egészségügyben dolgoztam nagyon sokáig, 20 évig, mindenkit ismerek, és a Kajtár főorvos úr, aki a terhes diagnosztikának a vezetője, ő nézte többször is meg a lányom, és mikor benn voltunk harmadszorra vele, akkor nézte, már akkor a szívhangot is próbálta fogni, és akkor mondja, hogy hallgassátok meg itt a szívhang, milyen frankó, és akkor egyszer csak látom, hogy megint neki veselkedik, és akkor mondja, hogy na, ez meg a másik. Úgy kettő ráadásul, tehát ikrek lesznek, ez most már abszolút biztos. Valaki azt mondta közben, hogy az egyik legyen Béla.
megbeszéltük, hogyha egy petőjékre, akkor mind a kettő Béla lesz. És ha lányok, akkor is. Akkor is. Akkor meg pláne. Hát a Béla arra végződik, tiszta női név. Ez az egyik ilyen Unisex változás. Nyilván ez a podcastet nem fogja befolyásolni. Maximum annyiból, hogy majd behozom a két gyereket is. Hát vagy ugye az lesz, hogy te vén buzi, hát egy, nem hiszitek el, hogy podcastelünk egy nagyapával. Ez az egyik változás. A másik, hogy Romániában azt tudjátok, hogy építjük az új laborunkat, és egy új céget hoztunk létre, ami mondjuk a Liquid Garden-től annyiban különbözik, hogy az új cégnek az a neve, hogy Gold Steam Garden, tehát maradt. Hagyjad, itt már... Nem érdekes. Nem érdekes. Aranygőzkert. Aranygőzkert. Jaj, és ezért mennyit adnának a vastelepen? Jaj. És a Liquid Garden-től ez veszi át a Bloss márka nevet, illetve hát fogja majd a Bloss termékeket forgalmazni. Természetesen változatlan minőségben, és csak egy picit nagyobb mennyiségben. A Liquid Garden pedig, ami az izgalmasabb a számunkra, a Liquid Garden az pedig a... Hogy fejezzem ezt ki szépen? Az e-cigaretta orvosi alkalmazásának útjait fogja kutatni. Tehát az azt jelenti, hogy különböző gyógynövények, illetve különböző gyógyászati készítményeknek az elektromos cigarettával való beviteli módját fogjuk konkrétan kidolgozni, és reméljük, hogy Európában először és vezető módon fogjuk ezt megtenni. Azért szóltam el ezt a sztorit előre, egyrészt, mert előbb-utóbb nyilván mindenki találkozni fog az új termékekkel, másrészt egy közösségi fejlesztésként akarjuk ezt elindítani, tehát majd előbb-utóbb találkozni fogtok a toborzó irományunkkal, ahol olyan embereket keresünk, akik vállalkoznak arra, hogy ezeket a termékeket majd kipróbálják, illetve vakteszteljék. Jó, Fifika, fejezd be, csak éjfélig van időnk. Ennyi. És már 3-4 ki. Többet én nem szerettem volna mondani. Én még szerettem volna megkérdezni tőled azt, hogy milyen orvosi felhasználásokra gondolsz, például, hogy elektromos cigarettán keresztül lehessen letüdőzni nikotinos végbélkúpot, hogy Ildikó is jól érezze magát. Nem, hát nyilvánvalóan, hogy ennek három nagy felhasználási része van. Az egyik az az úgynevezett wellness, amikor valamilyen nyugtató, lazító, és itt most nem a fűre gondolok. Tehát valamilyen nyugtató, lazító, vagy relaxáló készítményt használsz. Ugye a második az, amikor hatóanyagot tartalmazó készítményt használsz, és az még mindig növényi hatóanyag. A harmadik része az pedig az úgynevezett, a kimondottan a gyógyszer irányába való elmozdulás. Ott már több partner jelentkezett, akinek a hatóanyagait tesztelhetjük. A tüdőt egy focipálya nagyságú terület, amin rettentő hatékonyan lehet olyan különböző hatóanyagokat bevinni a szervezetbe, amit addig csak esetleg egészen extrém módon lehetett. Ennyi. Gyere nyugodtan. Mi most hiányzik? Mondd el! Most azon gondolkoztam, hogy tehát mondd ki így egymás után, hogy az a nagy változás, hogy, mert aztán utána nekem fognak esni, és részeimet az ország négy részébe szétviszik, hogy te hülye, ez nem ez volt. Az a nagy változás, hogy nagyapa lettem, kétszer is. Dupla. Duplán nagyapa, duó nagyapa, és az a nagy változás, hogy
hogy azt gondoljuk, hogy az e-cigaretta történelem, az e-cigaretta történelemnek gyártástechnológiai szempontjából egy új fejezetét fogjuk megkezdeni. MP-nek egyetlen egy kérése volt Charlie felé, amikor megérkezett, ez a lehetek ma civil? Persze, gyere ide és beszélj. Ne, hát nem. A civil az azt jelenti, hogy neki nem kell videót meg audiót vágni. Hallod? De te mekkora stíl vagy? Látod, hogy ott megy a live, és oda beülsz a kamerán kívül. Nem, MP. Szétütlek, bazd meg. A felbecsülhetetlen értékű plakátok. Állítsd föl, légy szíves. Most. Figyelj, ha MP beül ide középre, én föláldozom magam a gőzölés oltárán. Persze, gondoltam. Itt belefér a kamerába. Akkor menjél arra. Figyelj, az csak így fog meg. Nézd ide, segítek. Ezt a varázslatot figyeld. Oda néz. Gyere ide. Jaj, le is lehet ülni. Igen. Sziasztok. Péter a becsületes nevem, MP-nek szoktak szólítani, és fogalmam sincs, hogy most miről kell beszélni. Én csak arról szerettem volna veled, hogy mik a visszajelzések az előző havi, vagy az előző adással kapcsolatban, mert... Hát így akkor pár szó magamról, így 33 éves vagyok. Informatikusnak készültem, bölcsész lettem, de egészségügyben dolgozok, és 2 éve kezdtem el a podcastemet. Miután sok-sok év után mindenféle más podcastjét hallgattam, és elhatároztam, hogy csinálok egyet. Ez a hiányzó darab. És a legutóbbi adás, ami nem is tudom, mert kb. Egy hete jött ki, Charlie volt benne a vendég. Ennek a koncepciója az, hogy mindenféle ilyen gyűjtőkkel, meg gyűjteményekkel foglalkozunk, beszélgetünk, minden adásban van egy meghívott vendég, és akkor a hallgató azáltal, hogy milyen gyűjteményről, gyűjtőről van szó, bepillantást nyerhet abba az adott szubkultúrába, amit az a gyűjtemény képvisel, és akkor így Charlie képbe jött, hogy akkor legyen elektromos cigi adás is. Vele úgy találkoztam, hogy hát elmentünk kocsmázni, és... Az úgy volt, hogy én csak izét ittam, bodzát ittam, mert vezettem aznap. Igen, igen. Mint ahogy a youtuberek annak idején megszervezték ezt a saját kis celeb évenkénti rendezvényüket, megfordult a fejembe, hogy nézzük már meg annak a lehetőségét, hogy létre lehetne hozni ezt a Hungarian Podcast All Stars nevű projektet, hogy ahogy annak idején a youtuberek kitermelték maguk közül a celebeket, így szépen lassan a podcasterek is, és akkor, hogy nézzük már, hát, ha lehet ebből valamit. Eljött 3 ember, egyik Charlie volt. Nagy volt a siker, igen. Igen, és akkor, hogyha már ott voltunk, akkor beszélgettünk. Akkor én még egyébként analógot szívtam, 17 évig dohányoztam, hát vágott dohányt szívtam, mondjuk amíg a dramot ki nem volt, vonták a forgalomból, akkor a Golden Virginiát használtam, rizspapírra, a szűrővel. Szintet lép éppen. Nem hiszitek el, Fifika a telefonján az asztal alatt játszik a kibaszott. Faszom tudja, hogy milyen kingel. Kikapcsolom, elveszem, add ide. Na mindegy, annyi volt a sztori, hogy kb. Amit így most elmondtam, az előtti héten a melóhelyemre elkezdtek járni rendőrök, őriztek valakit, és azt vettem észre, hogy az összes rendőr, amikor kimegyünk bagózni, ilyen robot faszív, és hogy akkor az elektromos cigi, akkor én nem tulajdonítottam neki túl nagy jelentőséget, de az annyira elég volt, hogy elültesse a bogarat a fülemben, és legközelebb, amikor ez a Charlie-s jelenet megtörtént, akkor láttam, hogy ő is azt kezeli. Mondom, egy robot fasz szívok. Mondom, hagyd szívjak már én is bele. És az elektromos cigimbe, Boris, az elektromos cigimbe. Ez egy téli időszak volt, szétlibbentette a ballon kabátját, és akkor az oldalsó zsebeibe. Hát ez egyre jobb. Hát ez egyre jobb. Szétlibbentettem a ballonkat, hallod? És akkor jobbra is, meg balra is az összes ilyen belső zsebbe be volt tűzve egy-egy ilyen cucc, és akkor adott egyet. És akkor utána egy másikat, és akkor haladtunk sorba. És akkor mondom, ez nagy király, és akkor derék magasságban már egész mást akar, de nem hagytam. És akkor megkérdeztem, tudod, amit
tudjátok, amit ilyenkor szoktak, hogy azt hol lehet venni, meg izé, és akkor mondja, hogy kus, állj, szerezzél ennyi pénzt, hozok neked, és akkor hozott. Azt hiszem, hogy pont talán a Vahot utca környékéből hoztam, de ez csak egy ilyen apró tény volt. Ja, tegnap előtt voltam. Ennyi. Állítólag nem keresett rajta. Tudom. Na, szóval mi az utolsó közös podcastünknek a statisztikája? Láttad már? Gyorsan megnézem, mert ez így óráról órára változik. Ja, azt hittem, hogy egy papírt előveszel, az olyan analóg lenne. Azt mondja, hogy... És mikor mindenki kimegy, akkor fogunk sorsolni, és aki nincs bent, az be fogja szopni a faszt. Azt mondja, hogy este 11 órakor lesz majdnem, hogy kereken egy hete, hogy kint van az adás, és 755-en hallgattak meg minket, plusz akik az iTunes-on keresztül vannak így berakva RSS feedben, tehát mit tudom én, itt tipre olyan 1000 környékén hallgathatták meg. Pont. Visszajelzés nem érkezett, tehát így kommentelni, mindig így bátorítom a hallgatókat, hogy kommenteljenek, de vagy annyira tökéletes volt az adás, hogy minden úgy volt rendben elejétől a végig, ahogy van. Hát szerintem, hogyha én voltam benne, akkor valószínű ez van, de egyébként itt is lusták az emberek, tehát feedback az nagyon nincs, csak a trollkodás. Tapasztalat szerint így csak akkor szoktak kommentelni az adások végén, amikor van valami nyereményjáték. Na, ezt inkább most akkor nem. Ezt így felejtsük el. Ja, nem lesz tombola. És mindenki föláll és kivonul. Egyébként meg így röviden ennyi. Vettél tombolát? Vettem, persze. Ja, jó van. Mennyit? Az meg neked adtam oda a pénzt. Ja, az a 10 darab 100 forintos. Jó, oké, emlékszem. Jó, akkor tök jó lenne. Krisztiánnak szóljatok, hogy jöjjön be, legyen szíves. Krisztián! Hallod? Pinyó, mit csinálsz? Valaki hozza nekem egy sört. Szétütt. Te is ki fogsz gyulladni mindjárt. Letesszük a mikrofont, oda megyek, és a szádba dugom az infernót. És szétrakja a ballonkabátját, és így. Kedves fehér pólós úriember, hoznál nekem egy sört, egy Starop Ramen Darkot, nagyon hálás lennék, és odaadom mindjárt a pénzt. Igyál velem egy sört. Jó, rendben, akkor iszunk egy unikumot, ha szereted. Nem. Nem. Mondom, egy unikuma. Nagyon köszönöm szépen. Szóval, Krisztián... Sorbál piáért. Hát ezt leszarom, mert nekem nem fog piát hozni. De most mire várunk egyébként? Krisztiánra, hogy visszajön, és aztán... Ja, egy nyereményes ő. Hát nem, egy epikus elköszönés, mert a nyereményes ő az már... annyira nem online publikációt érdemlő, úgyhogy jó lenne, tudtam, hogyha... Tudtam, a szerencsejáték törvénynek. Ja, nem azért, nem azért, csak egy keretet adjunk neki, hogy elköszönünk a emberektől. Igen. És 150 adás. Sziasztok. Hát ez kész, basz. De a pinyó olyan fogyaték, nézd meg, és el is köszön. Szevasztok! Akkor gyorsan megragadnám az alkalmat, egyébként, hogy mondtam, hogy ez a podcast ilyen gyűjtőkkel foglalkozik, én is az vagyok, több minden gyűjtök. Ha valakinek van a pincébe, padláson, régi 80-as évekbeli számítógépe, főleg Commodore-okra, meg Atari... Neked van? Megegyezhetnénk. De mi? Van? 40 ezeret mondott itt. Van olyan Commodore, amiért kiadok 40 ezeret, csak... Az állami nagyon a gyűjtőszenvedélyről van szó. Nézd ide, mit kaptam. Kaptunk, bocsánat. Aha, ez gyűjtőszenvedély. Ebből nem, kérek. Hát de nem kapsz. Nem áll. Nem, ez csak nézheted. Krisztián, ragad meg a mikrofont. De nem, elalszunk. Maradjál már nyugton, Pinyó azt mondja, hogy elalszunk. 5 percet akkor... nem bírtok ki nélkülem. De mi a baj a hangommal most komolyan? Annyiszor kapom meg, hogy... Rohadt altatós, de mit tehetek, Pinyó, hogy ne legyen ilyen? Hallod, Pinyó, szerintem a hangszálait kéne egy ilyen másfél centivel megrövidíteni, hát, ha egy kicsit akkor nyúlna a hangja. Pinyó! Vagy egy pici... Pinyó! Na... Vagy mi lesz?
legyen! Ez kész. Krisztián. Charlie. Akkor csináljuk azt, hogy ott van a kamera. Mi itt vagyunk négyen, és akkor vetköz, igen. Mi ez? Ez valami intervenció lesz? Rossz fát tettem a tűzre, vagy mi van? Nem. És közben az énekelj. Azt beszéltük. Mivel érdemeltem ezt ki? Megkérdezés után mind a kettő feszpofázik. Hogy na, itt van már csak a kecske, meg a passz. Ami már nem podcast adásba való, meg nem live-ba, úgyhogy köszönjük meg mindenkinek ezt az elmúlt egy évet, vagy az elmúlt 150 adást. Egyáltalán nincsen igazad, mert statisztikákat követeltél tőlem, és el se hangzott. Jó, de hogyha még azt elkezded darálni, akkor tényleg összeíratta velem az elmúlt egy évben közigazgatási eljárásban elektromos cigaretta érdekében beadott hivatalos anyagok nettó tartalma 142 oldal. Tied a szó, Charlie. Oké, köszönöm. Én csak annyit mondanék nektek, hogy az utolsó egy évben, az a baj, hogy nem lát így, olyan dagat vagy, hogy körülbelül az emberek 40%-át kitakarod. Milyen mellett van? Szóval... Neki formásabb, mint a tiéd egy plöttyed. Igen? Gyere, nyalogass meg! Melyik tapsol? Melyik tapsol? Majd Charlie, mikor esetleg valami, a tombola szelvényekkel problémátok van, akkor gondolkozzatok el, hogy kitapsol. De azért látod még. Mondom, hogy nyalogass meg, gyere, ide. Ide. Nem arra gondoltam, tükör nélkül. Ja, persze, látom. Ja, jó, oké. Sőt, a fejed is oda tudom nyomni hozzá. Na, a lényeg, hogy az utolsó egy évben több mint 600... Belegondoltál, Krisztián? Több mint 600 témánk volt. És adásonként átlag 6-7 témánk, amiket beírtunk. Ez azért nem a mi érdemünk, ez a témák érdeme, úgyhogy köszönjük meg a témáknak. Köszönjük témák, nektek nem tudjuk, mert nem küldötök sose témákat. Állni. Az jó volt, hogy ott ültél, mert egy, az nem láttalak, kettő, meg te láttad az embereket. Úgyhogy részemről ennyi lett volna, bennem csak az ragadt meg az utolsó egy évből, hogy kurva sok fénymásolni valód van. Ennyi. De már nincs. Hát már nincs, de az a 4-500 oldal az bőven elég volt akkor. Na, a témák egyébként, én mint egy laikus, viszonylag későn becsatlakozott hallgató, tökre kíváncsi lennék az ilyen leszokós sztorikra, és így nem nagyon van. Tehát tele van mindig ilyen, izé, jó. Nincs, az, meg az elején volt, tudod? Ja, igen, és... Na, most leolcottak, meg itt a fórumban arrivó, te, köcsög, menjél oda, bazd meg, hülye. Majd adnak ők neked Facebook csoportot, olyan leszokások vannak, ott beszarsz. Ja, lassan az életről is leszoknak. Hát itt tényleg az van, hogy kimész, ők már ezt a végletekig unják, mert ezt, aki igazából leszokik, az egyszer szokik le, és azóta csak elektromos cigaretták használ, úgyhogy tényleg ki kell menni velük elbagózni, ilyen hülyeséget, villanyfasz szívni. Robotfasz. Robotfasz. Ötletszerűen tedd le azt a tányért, azt majd valaki megeszi. A hölgy, oda tedd le. Oda, az a legjobb asztal. Szóval akkor szerintem, ha nektek nincs más témátok, akkor MP-vel kimegyünk robotfaszt szívni, vagy mi a másik? Nem akusztikus, hanem elektromos gitáron pengetünk. Veletek mehetek. Jöhetsz velünk, és akkor utána a passzokat tudás alapján kisorsoljuk, illetve a legokosabb megkapja, a vándorkecskét szintúgy, és utána a fékeveszett borzalom elindul, és a tombola hátán, a végén pedig mújó lesz a főnyeremény, félmeztelenül. Most mi lesz a nyertes válasz? A nyertes választhat, hogy fölülről vagy alulról legyen félmeztelen. És akkor most mi a terv, Charlie? Azt mondjuk a mikrofonba, hogy amit eddig 149 adásnál... Zárul Miki 150. mókatára? Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk 149 adáson kívül. Sziasztok! Sziasztok! Egy élmény volt, sziasztok! Én most nem hagyományosan köszönök el, mert már félig utaltunk rá, de azért szeretném, hogy mindenki tudatosítsa magában.
Nélkületek nem lenne párásító podcast. Köszönjük, sziasztok! Thank you.